A ma esti témánk anémia, vérszegénység, az önleértékelés véscsengője. Bevallom őszintén, az előadás előtt a prezentációt látva megkérdeztem Kareszt, hogy mi az, hogy véscsengő? Hát az előadásai címében mindig az volt, hogy a germán gyógytudomány fényében, a germán gyógytudomány tükrében. Valószínű, hogy ez az előadás is a germán gyógytudományról fog szólni, nyugtass meg Kareszt. Természetesen, hogy arról fog szólni, csak ha véscsengőt emlegetünk, akkor talán jobban odafigyelünk arra, ami, hogy is mondjam, suttyomban jelentkezik, mert ugye mindig tudjuk, hogy tünetmentesen jönnek az önleértékeléssel kapcsolatos programjaink, és hát ha felismerik az anémiának a tüneteit, akkor talán hamarabb ráeszmérünk arra, hogy valami nincs rendben. Így van. Az anémia és a vérszegénység az önleértékelésnek a kísérő folyamata, hiszen mindig egy önleértékelési konfliktus indítja el ezeket az értelmes biológiai különprogramokat. De ha az önleértékelésről hallunk, nagyon kevesen értjük ennek a valódi mélységét és a valódi jelentését, mert a legfontosabb az lenne, hogy helyén tudjuk értékelni magunkat. Ezzel szemben mi leértékeljük önmagunkat, vagyis nem a megfelelő minősítést társítjuk önmagunkhoz, hanem annál sokkal rosszabb fényben tüntetjük fel mindezt. Nagyon gyakori az, hogy az önleértékelés annyira mélyen, annyira belülről fakad, és annyira sajátunk és természetünké válik, ez a baj, hogy a személyiségünk is egy önleértékelésről szól, a döntéseink, a gondolataink, a viselkedésünk, ahogyan az emberekkel beszélünk. Nagyon gyakran még a nonverbális jegyekben is látható, például a testtartásból is rengeteg mindent lehet ilyen szinten kiolvasni. A kezdetén 8 évvel ezelőtt, amikor az első Karesz előadást végighallgattam, akkor megmaradt egy mondat, amit mai napig vissza tudok idézni szó szerint, na most figyelj. Na most aztán. Mit mondtam 8 évvel ezelőtt? Most elmondom mindenkinek. Igen. Volt egy olyan mondatod, hogy számodra nagyon fontos diagnosztikai eszköz, vagy segédeszköz a 3T. Igen. A tekintet, a tenyér és a tartás. Ez tényleg így volt. A tekintetből ki lehet olvasni azt, hogy mennyire nyitott az érdeklődésem, mi az, ami érzelmileg felkavarja. Tehát egy konfliktusról, egy betegség kapcsán beszélget valakivel, és egy konfliktusra rákérdez, akkor ha a tekintet behomályosodik, akkor az a konfliktus még ott nincs lezárva, ott még érzelmi akadályok vannak. Ezt Hammer doktor is így csinálta. A tenyér kapcsán pedig egyből lehet tudni, hogy vagoton állapotban van, vagyis megoldási szakaszban, vagy pedig szimpatikotóniás, figyeld, még ezt a szót is ki tudtam mondani, hogy szimpatikotóniás. De mit jelent ez? Szó, hogy ez azt értse? Jelenti, hogy konfliktus aktív szakaszban van, hideg keze, lába, de erről szerintem még fog szót ejteni. Illetve a tartás, ez például nagyon sokszor az önleértékelés, az életmű, a személyiségünk életműve, illetve mindazt, amit a személyiségemben megélt önleértékelésként kezelek, ennek is ott maradt a nyoma a gerincen. Igen, de erről beszéltünk a gerinc oszlopnak a tematikájában. Így van, de a mai előadásban, ha jól tudom, már nem fogsz ilyen mélységekre kitérni a gerincre. A gerincre nem, de más mélységeket érintek. Vagy éppen ennek az egésznek a gyökerét szeretnénk megmutatni. Igen. Tehát ne korlátozzuk a figyelmünket a gerincünk egy bizonyos szakaszának a tüneteire, ne korlátozzuk a testünk egy pontjának a problémájára, hiszen az önleértékelés annak függvényében, hogy milyen testtájékra asszociáljuk, ez egy általánosan megjelenő folyamat, és vajon hogyan tudjuk ezt a gondolati struktúrát, ezt a viselkedési mintát, ezt az érzelmi palettát átírni úgy, hogy az önértékelésünk a helyére álljon.
Nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy jó, hát azért ismerek én olyan embert, akinek akár létrát lehetne állítani az önbizalmához, olyan stabil, olyan magabiztosnak tűnik. Ne felejtkezzünk el arról, hogy a látszat néha csal. Ja. Nagyon gyakori az is, hogy valaki annyira magabiztos, és tényleg annak is érzi magát, hogy azt gondoljuk, na hát neki pont éppen nem lehet önleértékelése, és hogyha ismerjük a Karesz második könyvét, melynek címe Pszichózisok és viselkedésváltozások a germán gyógytudomány fényében, akkor rájöhetünk arra, hogy egy dupla önleértékelési konfliktussal szenvedő emberrel beszélünk, aki éppen megalomán állapotban van. Konstellációban van, igen. Az ilyen emberről senki sem fogja feltételezni, hogy valami gondja van önmagával, sőt, túlzottan jeleníti meg az ő önmagába vetett hitét, igen. Ha önbizalomról beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említeni a bizalom szót. Hogy tudunk-e magunkba bízni? Hogy elmerjük-e hinni, hogy a biológiánk még ezt a programot is miattunk és értünk teszi, a túlélésünk, illetve a faj fenntartása érdekében. Hogy ennek mi a biológiai magyarázata, hogy ez hogyan működik a testünkben sejtszinten, erről fog Karesz rövid bevezetőjében beszélni, és remélem ki fog arra is térni, hogy miért alakul ki az önleértékelés, ezt hogyan éljük meg, és hogyha figyelnek a végén, akkor megoldás morzsákat is belecsempészünk. Nem csak a végén, hanem így közben is, de a végén is. Én visszajövök egy összefoglalóval, és szeretném, hogyha erre egy teljes képet látnánk. Mit tudunk tenni, hogy még időben észrevegyük a biológiánk rezgéseit, a biológiánk jelzéseit, hogy ne várjuk a vészcsengőt megszólalni, ne várjuk azt a pillanatot, hogy ó, hát ezzel még ráérek, még egy kicsit leírom magam, hanem már a mai előadástól kezdjünk egy olyan minőségi életet élni, amire mindannyian vágyunk. Hogy hogyan segít ebben a biológián Karesz? Ezt szeretném összefoglalni. Nagyon köszönöm a bevezető gondolataid, Réka, és mindig tudsz meglepetést okozni, így 8 év után is. Igen, tényleg. Szóval a lényeges kérdés elsősorban annak tisztázása, hogy hogyan alakulnak ki a betegségeink. Mert nagyon sokféle elképzelés van a betegségek kialakulásáról, egyes dolgokról van tudomásunk, más dolgokról nincs tudomásunk. A fizikai tényezőktől teli van az internet, hogy mi okoz ilyen, meg olyan dolgot, a toxikus világunk, a táplálkozásunk, és itt akkor már is megemlítettem, hogy a vegán típusú táplálkozás az, ha nem megfelelő összetételünk, mert most itt nem a vegánok ellen beszélek, hanem az ilyen nagyon extrém irányokra gondolok. Tehát ott belép a B12 vitamin hiányt, hát ha nincs megfelelő táplálkozás, vagy éppenséggel nincs megfelelő, hát anyag, amiből létre kéne hozni mondjuk a hemoglobint. Tehát arról szól a fizikai tényezők kategória, hogy bármilyen extrém irányba elmegyünk, akár húst hússal, akár nyerset nyerssel, az extrém irányok azok mindig kerülendők. Hát azok kerülendők. Arany középútra törekedni. Az arany középútra kéne törekedni, bár a biológiánk akármit teszünk, mindenből mit fog előállítani? Természetesen szénhidrátot, vagyis cukrot. Akár eszem cukrot, akár nem. Akár nem, hát nyilvánvaló, hogy nem csak a kristálycukor az egyedüli cukor, hát a gluténből is, a búzából, a krumpliból, mindenből tudunk cukrot előállítani. Tehát ezt elő kell állítani, vagy hát van olyan, hogy neoglikolízis, amikor a zsírból állítok elő cukrot, csak azért, mert a vércukor szintet biztosítani kell, szóval a cukor az nem éppen fehér méreg, ahogy ezt próbálják elhitetni az emberekkel, ugyanígy a só sem egy méreg, mert só nélkül meg nem működik az idegrendszerünk. Tehát jó lenne ezeket az extremitásokat egy kicsit megmetszeni. Aztán ott vannak ugye a különböző
mérgek. Hát nyilvánvaló, hogyha a mérgezésről beszélek, akkor itt sok minden szóba kerül, de erre majd még külön kitérek. És vannak ugye biológiai konfliktusok, amiről már nem beszél a fáma, ilyet nem fognak említeni a kollégák, hogy hát drága hölgyem, önnek egy biológiai konfliktusa van, mert nem így tanítanak minket az egyetemen. Itt arról van szó, hogy hogyan reagálunk a stresszre. Mindenki tudja, hogy van stressz, de a stressz miatt nem adtak Nobel-díjat. Mert hogyha elismernénk, hogy a stressznek mekkora a megbetegítő hatása, akkor ezzel komolyabban kéne foglalkozni. De hát ilyen a mai világ, stresszes az életünk, és megyünk tovább a következő konfliktusba. Csak hogy az érzelmeink hatására, az agy közvetítésével szervi válaszok fognak elindulni, és ez a germán gyógytudománynak a vezérfonala. És a legsúlyosabb legalábbis számomra, vagy szerintem, az önsorsrontó hiedelmeinknek a hatása. Mert ezek fognak minket megakadályozni abban, hogy valami újat megtanuljunk, valami mást elfogadjunk, mint amit eddig tudunk, mert azonosulunk a tudásunkkal, és az tuti fix, hogy úgy van, mert ezt mondták az egyetemen. Hát nagyon sok mindenről kiderül, hogy nem úgy van, de hát ezeknek jó lenne utána nézni, és itt jönnek be a tévhitek, a tabuk és a titkok, amelyekre most hadd ne részletezzel menjek részleteiben, mert vannak még itt tisztázandó dolgok. Például az, hogy ebből következik, hogy nem tartozik a germán gyógytudomány körébe az, ha valaki azért betegszik meg, mert nem táplálkozik rendesen, vagy egyoldalúan táplálkozik, ez mind a kettő szerepet játszik az anémiának a kialakulásába. Ha mérgezések miatt fog kialakítani magának egy vérszegénységet, nem tudom én, ólomérgezés, nehézfémek, kigyóméreg, gyógyszerek, gombaméreg, ezek mind ebbe a körbe tartoznak, a balesetekre nyilván erős vérzések lépnek fel, és vérszegénység lesz. Hát a műhibák által okozott egészségkárosodások, tehát ha valamilyen ért elfelejtenek összecsípni, és folytatódik belül a vérzés, akkor ez természetesen majd vérszegénységhez fog vezetni. A sugárzás tönkreteszi a vérképző rendszerünket, tehát megint csak anémiát fogunk, és vannak még egyéb környezeti tényezők, amelyeket itt most nem szeretnék részletezni, mert hát azt hiszem, hogy ez is éppen elég. Igen. Csak hogy lássuk, hogy mennyi minden, ami nem tartozik a germán gyógytudomány körébe, az is elindít bennünk anémiát. Tehát ezért gondoltam, hogy egy összefoglalót alkotok erről a korképről, amiről már beszéltem a csont- és vérképzés című előadásban, beszéltem a mieloma multiplexbe, de hogy lássuk komplexen az egészet, és ezt próbáljam összefoglalni. Drága Karász, nekem most megvilágosodott egy fejezet. Na. Lehet, hogy most felsoroltál 7 olyan lehetőséget, amelynek a jelenléte okozhat vérszegénységet, de és ez nem tartozik a germán gyógytudomány tárkörébe, de abban a pillanatban, amikor kapok egy diagnózis sokkot, az igen, amiben elmondják, hogy hú, hát itt nagy baj van, az és, már, igen. És miért nem vette észre hamarabb, hol volt eddig, hát zömében a beteg a hibás, ilyenkor hát, túl későn jött, tavaly igen. Kellett volna jönnie, igen, igen, igen. Miért nem jött időben, miért nem figyelt oda magára, ez egy újabb lehetőség az önleértékelésre, és ez már teljesíti a germán gyógytudomány tárgykörét, hiszen megvan az első természettörvény. Igen, a lelki megvesz. Alapvető része a DHS. Hát, igazából én azt hiszem, és tényleg kiszom a szavaidat, de ezt hadd mondjam még el, hogy úgy érzem, hogy a germán gyógytudomány nem a biológiáról szól. A germán gyógytudomány az egész életről szól. Arról, amit egy emberrel megtörténhet. Tehát én hadd nevezzem a germán gyógytudományt a legátfogóbb, a legmélyebb ismeretet adó tudományoknak, ami az emberhez kötődik, hiszen az emberi létezés minden formáját, minden minőségét felöleli, legyen az betegség, legyen az egészség, legyen az gyógyulás,
teljes emberi mi voltot felöleli a születéstől az elmúlásig. Na, hát ez tényleg így van. És nyilvánvaló, bocsánat, hogy egy baleset következtében is megélek másodlagosan egy önleértékelést. Igen. Már csak annyit mondok, hogy hogy lettem ilyen hülye. Ez már egy nagyon komoly dicséret, ugye? Abszolút. Abszolút egy komoly dicséret. Vagy éppenséggel, amikor már bosszankodok azon, hogy ez az egész megtörténhetett velem, már a bosszankodásra természetesen lesz egy biológiai válasz, de erről is van webkonferencia anyag, ugye, bosszankodás és rágódás 12 biológiai következménye. Nos, én azt gondolom, hogy ha tehát egységében látjuk ezt a témát, hogy mi minden vezet el az anémiához, az azért lényeges, mert a gyógyítás, vagyis a gyógyulás, mindig azzal kell kezdődjön, hogy tisztázzuk a kiváltó okokat. És ne akarjunk valamire ezotérikus okokat ráfogni, aminek konkrét oka van, vagy ha nincsenek ilyen okok, amik itt fel vannak sorolva, akkor viszont lennie kell egy feloldatlan érzelmi állapotnak, amint te már elmondtad, annyira hozzászokott, az ő habitusához annyira hozzátartozik, hogy itt vagyok lábtörlő való, mindenki belém tör. Nem is vagyok ilyen a term, anyukám is ilyen volt. Anyukám is ilyen volt, és nálunk igen. Ez a minta, tehát mi azért ilyen típusú emberek ilyen vagyunk. Ilyen típusúak vagyunk, meg tudjuk magyarázni, csípőből jön a válasz. Így van. Arra, hogy miért viselkedem úgy és ahogy, és ez nekem annyira természetes, hogy már az a kérdés rendellenes számomra, ami egyáltalán megszellőzteti a mi érteket. Igen, és ez az önleértékelésnél teljes mértékben így van. Mondok egy egyszerű példát, mert nem mindig csak a megalomán viselkedésben, ne csak azt lássuk, hogy valaki többet állít magáról, hogy én vagyok a legjobb apuka a világon, és én vagyok a legjobb mester a vállalatnál. Nem. Ott van például a túlhajszoltság, ami a szívizomzatra hat. Hát persze természetesen még egyéb következménye is vannak, de az az ember, aki anya-gyerek oldalon és partner oldalon is túlhajszolja magát, az észre se veszi, hogy tönkre teszi az egyetlen szívét. Hát ez a normális. Hát ez a normális, és igaz, hogy már ketyeg a szíve, már félrejut, már extra szisztolei vannak, de ez nem probléma neki. Nagyapám is szívbeteg. Pontosan, hát ez család örököltük, ugye? Ezt szokták mondani. Tehát ez a helyzet, hogy nem veszük észre, és azért kell erről ennyire részletesen beszélni, hogy amikor valaki úgy gondolja, hogy de neki az a dolga, hogy megmentse a gyermekét, és mindent kívánságát a gyerekének teljesítse, meg még a partner oldalon is minden kívánságot teljesítsen, hát akkor természetesen, hogy neki az lesz a megfelelő, hogy az ő alvása nem számít, az ő pihenése nem számít, az ő munkája, az ő álmai nem számítanak, mert mindenki másnak az álma előbbre való, mint az övé. Nem tudom, hányan ismertek magukra a 335 hallgatóból, de hogyha ez a gondolat valakit, hogy is mondjam, egy kicsit megérintett, akkor ajánlom, hogy nagyon, de nagyon figyeljen oda az önleértékelésekről szóló webkonferencia anyagokra, mert van belőle több, mint 40. No, lépjünk akkor tovább, és nézzük akkor, hogy mit is mondott Hammer doktor. Azt mondta, hogy orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van, tehát a germán gyógytudomány nekik való, vagyis akiknek csak józan esze van, és a germán gyógytudomány csupán egy nagyon jó diagnosztikai eszköznek ismerteti, vagy azt mondja róla, hogy ez csupán csak egy diagnosztikai eszköz, hát kérem szépen, az szenvedni fog tovább tudományosan, és rá fog szorulni az akadémikus orvos ellátására. Én nekem ezzel semmi problémám nincs. Nem kötelező mindenkinek germán gyógytudomány szerint gyógyulni. De tudni kell hozzá, hogy nem elég tudnom, hogy mi a betegségem kiváltó oka, hanem azt meg is kell tudjam oldani, mégpedig érzelmileg. Mert hiszen Hammer doktort is érzelmileg érintette meg a 19 éves fiának az elvesztése, és ennek a következménye, a szervi következménye mi volt? Természetesen a veszteség konfliktusra jött a biológiai válasz, pótoljuk a veszteséget, és lett heredaganata. Természetesen ő akkor ezt még nem tudta, de mikor egy nőgyógyászati ráklinikán dolgozik, mint belgyógyász főorvos, miután felépült
akkor rákérdez a betegekre, hogy és kedves páciens, az ön életében nem volt egy olyan váratlan, meglepetésszerű, nagyon súlyos történet, amiben benne maradt, és magányosan élte meg? És a válasz 200 megkérdezett embernél 200 pozitív válasz volt. És ekkor közölte Halmer doktor 1981-ben a rákvas törvényét. Úgyhogy lehet ezzel vitatkozni, de az, hogy az érzelmeink, a negatív érzelmeink, a félelmeink, azok az agy közvetítésével egy szervi választ indítanak el, ezt Halmer doktor szépen összefoglalta német precizitással egy tudományos táblázatban, meg fogom mutatni. Itt a lelki megrázkódtatás nem a nagybetűs léleknek a konfliktusát jelenti, mert a nagybetűs léleknek nincs konfliktusa. Itt a félelem alapjában a biológiai félelem, mert minden, ami él, az élni szeretne, tehát a legnagyobb konfliktusát abban éli meg, ha a kipusztulástól, vagy a saját haláláról van szó, tehát a halálfélelem és a faj kipusztulása. Ez az, ami beindít egy DHS-t nálunk, de ehhez az intelligens agyunk tesz egy gondolatot. Félelem plusz gondolat, meg lesz a DHS, és ennek hatására elindul egy szervi válasz. Az állatok is ugyanígy fognak kint a vadonban reagálni, ők a félelemre konkrétan reagálnak, mert ő konkrétan megéli azt, hogy most halálfélelme van, vagy támadási konfliktust élt meg, vagy birtokbosszankodást élt meg, és ő arra reagál, konkrétan. De van egy nagy különbség az állatok viselkedése és az ember viselkedése között. Az állatok nem ragadnak benne a konfliktusba, hanem az üs vagy fus alapján megoldják azt. Vagy üt, vagy fut, és el van intézve. Nem esik depresszióba egy nyuszi, és nem fog a vasúti sínre feküdni, hogy jöjjön a vonat, és ője meg. Ilyet nem fogunk látni az állatvilágba. Az embernél viszont az a probléma, hogy az agyunkban élünk, és az agyunk viszont nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió közt. És fel tudok hozni múltbeli élményeket, amiket még mindig nem zártam le érzelmileg. Mert a legfontosabb megoldási kulcs itt van rögtön az első törvénynél, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. És amikor ezt megvalósítom, és minden napomat lezárom békével, akkor nem fogok tudni megbetegedni, nem leszek krónikus beteg. Mert rögzítem a síneket, vagyis a körülményeket a konfliktus pillanatában, és ha nem zártam le érzelmileg, békével, lelki békével a mai napomat sem, akkor ezek a sínek majd emlékeztetnek engem, mint derültékből villámcsapás. Minden rendben van, és mit ad Isten, elindul valamilyen kellemetlen tünetem. Mondjuk csak kiugrik a vérnyomásom, és közben én úgy érzem, hogy tök nyugodt vagyok. De hát miért? Mert megéltem hasonló körülmények között egy konfliktust, amit nem oldottam fel, és az, mivel indul, az azzal indul, hogy kiugrik a vérnyomásom. Na most ezeket a programokat Halmer doktor értelmes biológiai külön programoknak nevezte. Ez az EBK-nak a rövidítése, illetve az EBK, mint rövidítés, azt jelenti, hogy értelmes biológiai külön program. Mert mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása, és egy külön program, ami különben nem indul el, ha én el nem indítom egy félelemmel. Ezért kellene, tehát lezárjuk békével a napjainkat, és akkor innentől kezdve a krónikus betegségek elkerülhetőek lennének. Nos, az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. Soha nem az számít, hogy mi történt valójában, csupán az számít, hogy én abban az adott pillanatban mit éltem meg. És, igen? Az én megélésem az számomra az egyetlen valóság. Ez nem jelent mást, mint abban a pillanatban, amikor megértem ezt a kellemetlen tapasztalatot, amit én kellemetlen tapasztalatnak nevezek, vagyis a DHS-t, igen, hogy milyen gondolatom volt önmagamról, a világról, az életről, az életemről. Pontosan azt mutatja meg a testi tünet, hogy én abban a pillanatban milyen
szervemet, sejtemet, testtájékomat írtam le. Minden egyes konfliktusban, bármilyen jellegű legyen, ugye itt egy szexuális frusztrációs konfliktusról, meg központi önleértékelésről, meg félelem-undor konfliktusról hallunk, na, amikor elkezdjük analizálni az életünket, hogy hogy a fenébe jutottam én ide? Igen. Mert ezt felszoktuk magunknak tenni. Hogy nem vettem észre azt, hogy ilyen sokáig én, hogy vettem, hogy írtam így le magam? Hát mi történt velem? Hát még 20 évvel ezelőtt milyen vidám, milyen ambiciózus voltam, mennyi tervem volt, hogy vesztettem el a fonalat? Aha. Hogy jutottam ide? Ez most konzultációkról idézel, ugye? Magamtól idézek. Magamtól idézek? Ez a konzultáción hallottam ilyeneket, igen. Ezek azok a kérdések, amiket fel szoktuk tenni magunknak. Aha. Főleg akkor, amikor kapunk egy diagnózist, amikor kapunk egy határidőt, hogy el kell dönteni, most kell lépni, most kell műteni, most kell kemózni, most kell sugarazni. És abban a pillanatban, amikor egy picit magunkhoz térünk az első sokból, akkor feltesszük a kérdést magunknak. Optimális esetben nem kórházi ágyom. Uh-huh. Hogy keveredtem én ide? Hogy jutottam én el idáig? Hogy nem vettem komolyan magamat még akkor, amikor még tehettem volna többet is? Miért voltam én ilyen sokáig ebben az állapotban? Miért hittem el másoknak, hogy nem érek semmit? Uh-huh. Hol vesztettem el önmagam? Hol van az a pont, amikor kicsúszott a kezemből az irányítás, a saját életem irányítása? Mikor kellett volna másképp reagálnom? Mit nem csináltam jól? Na, a mit nem csináltam jólból rögtön elindul az önleértékelés, a nem érek semmit, én már senkinek nem kellek, nem ér az életem egy fabatkát sem. A testi egészségem, egészségi állapotom az szintén értéktelen. És miért van az, kedves hallgatók, hogy az egészséget is csak akkor értékeljük, amikor már nincs? Persze. Miért van az, hogy a megélésem nem az, hogy jaj, de jó, hogy felébredtem. Uh-huh. Jaj, de jó, hogy tudok járni. Jaj, de jó, hogy A-ból B-be el tudok jutni segítség nélkül. Jaj, de jó, hogy van székletem. Jaj, de jó, hogy a biológiám működik, még akkor is, hogyha ennek kellemetlen illata van. Jaj, de jó, hogy éhes vagyok. Jól működnek a beleim, jól működik a gyomrom. Miért nem ez az alapvető hozzáállás? Miért kell később rájönnünk arra, hogy ez mekkora érték? Hogy gondolkodni, hogy cselekedni tudunk, alapvetően ezek a nagy kérdések. És alapvetően itt kellene megfogni az egészet, hogy az én megélésemtől függ, hogy milyen életet élek. Igen. Az én megélésemtől függ, hogy megbetegítem a testem, vagy meggyógyítom azt. Az én megélésemtől függ, hogy a vegetálás, a túlélés, csak még egy napot bírja ki állapotot, viszem minden nap tovább, és így megyek be a munkahelyemre. Na, csak ma ne legyen balhé, csak ezt a napot éljük túl, mert amúgy annyira nem szeretek ott lenni, és annyira nem tudok semmivel sem együtt rezegni, ami azon a helyen vár, vagy elkezdek valamit másképp. Hogy mi az, amit másképp kellene, elsősorban az önmagamba vetett bizalmat kellene visszaszereznem, aha, hogy bízom magamban, hogyha ebbe a slamasztikába belekavartam magam, mert szerintem nem csak velem fordult elő olyan, hogy úgy belecsavartuk magunkat a egyik problémából, a másikba, a harmadikba, hogy már nem is értjük, hogy jutottunk ide. Ezt a bizalmat, hogyha ebbe bele tudtam így csavarodni, ha meg tudtam teremteni ezt az óriási katyvaszt, ezt az óriási pokoli állapotot, akkor meg is tudom oldani. Itt kezdődik az ön bizalmam, és hadd kérdezzek vissza, és lehet, hogy most nem fognak szeretni a kedves hallgatók, de tegyük fel a kérdést, engedjék meg, hogy én ezt hangosan kimondjam. Miben rendült meg az ön bizalma? Ez nagyon jó. Nagyon-nagyon köszönöm. Hát ezt az egyetlen valóság, az én megélésem fóliát még így soha nem veséztük ki. Nagyon-nagyon köszönöm, Réka. De tényleg ez határ... Önértékelésben otthon vagyunk. Abban, igen, ezt kedvenc témám egyike.
Igen, de itt van minden elásva, és ezért nincs az, és ugye tanfolyamokon eljátszom, hogy ugyanarra a konfliktusra négy férfi másképpen fog reagálni. Mert a saját megélése fogja meg eldönteni, hogy mi történik. És ezért van az, hogy a betegség, a beteg nélkül nem gyógyítható. Csak ő tudja, hogy az adott körülmények között ő mit élt meg, és természetesen ezt neki kell érzelmileg rendbe tenni. Nem mi oldjuk meg helyette a félelmét, a konfliktusát, nem mi fogunk helyette megbocsátani önmagának, meg a környezetének. Ez az ő problémája marad, és amikor ezt megteszi, akkor fogja érzelmileg lezárni azt, amit érzelmileg indított el. Ez az, amit az embereknek meg kéne érteniük, vagy az, hogy megbocsátok, de nem felejtek, ez nem érzelmi lezárás. Nagyon köszönöm ezt a mondatot, Karesz. Mert ha az önleértékelésnél maradunk, igen, legyen az egy sima versenyhelyzet. Most ugye igen, futónapok, maratonok, félmaratonok indulnak a hétvégén. Igen. Innen jön ez az ötlet. Szóval te sporthíreket hallgatsz. Igen. Lebuktam. Szóval, ha egy ilyen versenyben alul maradok, és leírom magam, hogy én már nem érek futóként semmit. Éppen, hogy beértem, és majd kiköptem tüdőm, májam a szalag előtt. Igen. És ezt valaki kívülről, ezt az önleértékelést meg akarná oldani, mit tenne? Lefizetne mindenkit, hogy ő érjen be célba. Meg lenne ennek az embernek a sikerélménye? Nem. Pláne, tehát, ha rájönne, hogy mi van. Ha rájönne, még jobban leírná magát. Arra szeretnék rávilágítani, hogy az önleértékelést dicsérettel, csalással, olyan dicsérettel, ami indokolatlan dicséret. Igen, tehát indokolatlan. Itt az indokolatlan dicséreten igen, van a hangsúly. Indokolatlan dicsérettel, csalással, képmutatással, hazugságokkal, valaki életébe való közvetlen beavatkozással nem lehet megoldani. Mert mindazt, amit magamról gondolok, magamnak kell átírnom. Igen. Nem tudunk egy ember helyett gondolkodni, elfogadni, bízni, hinni és szeretni. Nagyon jól összefoglaltad, és ezért mondom mindig, ugye, hogy először a gondolkodásunkon kell változtatni, mert amíg a gondolkodásomon nem változtattok, addig semmi nem fog megváltozni. És akkor visszautalok az önsorsrontó hiedelmekre. Ezek itt fognak beleszólni a mi életünkbe. Nos, a második természettörvényből láthatjuk, hogy Hammer doktor folytatja a kutatást, és megfejti, hogy ez az értelmes biológiai különprogram, az EBK két szakaszban zajlik, egy konfliktus aktív és egy megoldást követő szakaszba. Természetes, ha végigfut az egész program. És amint említettem, hogy stresszes az életünk, ezzel senki nem foglalkozik, pedig akkor éppen a konfliktus aktív szakaszban vagyunk, mert zakatol az agyam, ketyeg a szívem, hideg a kezem, hideg a lábam, ezért használja Hammer doktor a kék szint a konfliktus aktív szakasznak az ábrázolására, mert a szimpatikus idegrendszer túlsúlyáról beszélünk, ugye, és a biológiám már itt ad egy segítséget, hogy túléljem azt, amit én a DHS pillanatában nem tudtam megoldani érzelmileg. Erre kapok egy biológiai segítséget, ezt a harmadik természettörvényben fejtjük ki, hogy mi ez. Amikor megoldom a konfliktust, a KM az nem kilométer, kérem szépen, hanem konfliktus megoldásának a pillanata, akkor jön a megoldást követő szakasz, és látjuk, hogy az három részből áll, a két piros közt van egy nagy, kiemelkedő kék szakasz. A piros az már a melegtünetekre utal, ahogy mondta Réka, ugye, a készfogásból, a tenyérből meg lehet mondani, hogy az illető most konfliktus aktív vagy megoldás követő fázisban van. Miért jelennek meg a melegtünetek? Azért, mert gyulladás lép fel. Hát a gyulladás mindig azzal jár, hogy meleg, hogy duzzad, hogy fáj, hogy nem működik, és hogy piros, hogyha kívül van, a felszínen van. Ugye egy gyulladt terület az mindig piros, duzzad, fáj. Ki ne tudná ezt? Középkor óta le van írva, hogy rubor, tumor, kálor, dolor funkció léze ezt. Mindenkinek tudnia kell, aki medicinát végzett. Szóval a
a gyulladásos tüneteket viszont kinevezzük betegségnek, és adunk rá gyulladáscsökkentőt, fájdalomcsillapítót, stb. Ezzel még nem is volna nagy probléma, mert a tüneteket szabad enyhíteni, de nem szabad leállítani. Nem szabad leállítani, mert ha én itt egy szteroid gyulladáscsökkentőt adok, az hormonálisan visszatesz a konfliktus aktív szakaszba. Na ez az igazi doki, ez tudja a dolgát. Kaptam egy injekciót, elmúlt a fájdalmam. Gratulálok. És mi lesz a biológiai programmal, hogy lesz befejezve? Tehát itt ez a lényeges dolog, hogy tudjuk, hogy a biológiai programnak ki kell futnia. Ha nem fut ki és elakad a gyógyulásunk, majd mutatom a következményeket. Tehát exudatív fázis, természetes fejfájással is jár. Mert látjuk a CT-képen, az első képen a konfliktus aktív fázisban csak körkörös gyűrűket látunk, mint amikor bedobok egy kavicsot a sima víztükörbe. De a megoldási szakaszban már ödéma jelentkezik. Vízgyülem magyarul, és ahova a nyilak mutatnak, azok nem agydaganatok, hanem azok vízgyülemek, olyan relék, olyan központok, amelyekbe a víz begyülemlett az exudatív fázisban. És mivel ott víz van, ezért a szöveti szerkezet fellazult, és több röntgensugár megy keresztül, mint az ellenoldalon, tehát feketébb lesz a film, ez ennyire egyszerű. És amikor megtörténik az epileptoid krízisben, ott középen, EK, megtörténik a víznek a kipréselése az agyi központból, akkor helyre fog állni a Hammeri góc, vagyis az irányító központ. Ez az epileptoid krízisnek a biológiai értelme. Az már csak természetes, hogy itt fogunk legjobban szenvedni. Mert itt jönnek be a mindenféle görcsök, a trombózisok és egyéb kellemetlen tünetek, nyilván ez programonként más és más, azon leértékelésnél például pont, hogy itt eltűnik a fájdalom. Majd újra jelentkezik a hegesedési fázisba, de egy extrém fáradtsággal, amikor már van étvágyam, már tudok jól aludni, de az a problémám, azért írom le magam, mert olyan fáradt vagyok, hogy rászorulok, mit tudom én a család segítségére, hogy ki tudjak menni a WC-ig. Ez egy hatalmas hiba. Ajánlom mindenkinek, hogy a Miért akad el a gyógyulásunk című előadást, nézze meg, ha kell, többször, ha kell, jegyzetelje ki. 10 pontban összefoglaltam. Ha tudnánk örülni annak, hogy már itt vagyok a hegesedési fázisban, és néhány nap vagy hét választ el engem attól, hogy teljesen meggyógyuljak, akkor természetesen le is tudnám zárni a programot. De mitől függ az, hogy meddig tart? Mert ugye ez a kérdés, hogy mikor gyógyulok már meg? Akkor visszakérdezem, kedves paciens, mikor történt a DHS? És ez mikor lett valóban feloldva? Érzelmileg. Na ez a konfliktus aktív szakasz hossza, és az itt megélt érzelmeknek az erőssége fogja meghatározni, hogy mikorra gyógyulok meg, és ott, hogy milyenek lesznek a tünetek. Tehát ennyire egyszerű a dolog, ez egy nagyon jó iránytű, Hammeri iránytűnek is nevezzük, mert ki lehet számítani rajta, hogy éppen hol tart a biológiai program. És mint mondtam, a harmadik törvény választ ad arra, hogy mi is történik a két szakasz alatt. Gondolkodjunk egy kicsit. Sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, így van. Ha már nem működnek a sejtek, azt úgy hívják, hogy holttest. Tehát, ha én sejtekből vagyok felépítve, amelyek működnek, akkor a túlélésem érdekében a testem, a biológiai testem háromféle dolgot tud csinálni. Vagy szaporítja a sejteket, vagy sorvasztja a sejteket, vagy a működést módosítja. És itt látjuk, hogy ha a konfliktus aktív szakaszban szaporítottam a sejteket, akkor a megoldásban le fogom bontani. Ilyen programokat az agytörzs és a kisagy irányít, ezek együtt az ősagyat képezik. Ha én a konfliktus aktívban sorvasztottam a sejteket, a megoldásba vissza fogom építeni. Ide az agyvelő és agykéreg által irányított biológiai különprogramok tartoznak. És a harmadik lehetőség, amikor működést fékezek, gátlok, és a megoldásban helyreállítom a működést, erre az agykéreg képes, vagyis ez ilyen programot az agykéreg fogja irányítani. Na de mitől függ az,
hogy melyik sejtek fognak szaporodással, és melyek fognak sorvadással indítani programot, hát és itt jön be az embriológia, vagyis az egyetfejlődés ismerete, amiről betegembernek annyit elég bőven tudni, amit én itt elmondok. Nyilvánvaló, ez külön vizsga volt az egyetemen. A megtermékenyített petesejtből alakult ki minden sejtünk, minden szövetünk, az egész testünk. Természetesen már nem azokat a sejteket bírjuk, amelyekkel megszülettünk, mert a sejtek is osztódnak és cserélődnek, különben még mindig bébik maradtunk volna, vagy nem. Szóval a megtermékenyített petesejt elkezd nagyon-nagyon gyorsan osztódni, mondhatnám, mint egy rákos daganat, csak ez jó indulatú, mert ebből gyerek lesz. Nem, de bár. A válasz az, hogy de bár. Tehát, amikor elért a szeder csíra állapotba, és megérkezett a petevezeték külső harmadából a mély üregbe ez a szeder csíra állapot, akkor megtörténik a beágyazódás, vagyis felveszük a kapcsolatot az anya mély nyálkahártyájával, nyilván a placentán vagy méhlepényen keresztül, hogy a további tápanyagot a fejlődéshez az anyai szervezettől kapjuk meg. De ekkor átalakul ez a szedercsíra állapot három csíra lemezzé, és ezt ábrázolja Hammer doktor sárga, narancs és piros színekkel. A baloldali képen látjuk azt a keresztmetszeti, hosszanti keresztmetszeti képet, amiben azt látom, hogy belül vannak a sárga, középen a narancs, és kívül a piros színnel jelzett sejtek. Ezek már is a nevük mutatja, hogy belső, középső és külső csiralemez, vagy endoderma, mezoderma, ektoderma, kinek mely kifejezést tetszik. A különböző csiralemezekből származó sejteknek egy adott feladatuk van egy életen át. Nem képes egyik a másikba átalakulni, amikor már kialakult. Tehát amikor már kialakult egy bélsejt, kialakult egy prostatasejt, egy ményálkahártyasejt, bármi, az már nem fog átalakulni tüdősejté, vagy csontsejté. Ez gondolom mindenki számára egyszerű és logikus. A növénynek a gyökeréből se tud kialakulni a levél. Kell közte legyen valamiféle szár, meg levélnek is szára. Tehát nem úgy van az, hogy levágok egy darab gyökeret, és abból rögtön kinő egy levél. Tehát ez a helyzet az emberi fejlődéssel is, a méhen belül, a 9 hónap alatt, ezzel foglalkozik az embriológia. És azt látjuk itten, hogy megfelelő sejtek, megfelelő irányítás alatt vannak. Sárga színnel van az endoderma, sárga színnel van az agytörzs. Az agytörzs tehát a falat konfliktusokat fogja számunkra biztosítani, pontosan azt, hogy eleve én a túlélésemet biztosítsam táplálékfalattal, levegőfalattal, fényfalattal, hangfalattal és vízfalattal. Ezekről külön webkonferencia van. Az kisagy azokat a sejteket irányítja, amelyeket a baloldali képen a sárga sejtek mellett látunk narancssárga színnel. Ezek a támadási, bemocskoltsági konfliktusokat fogják megoldani számunkra, az idegi központ a kisagyban van, és ide tartozik még a gondozási konfliktus, amikor túlságosan sokáig és erősen aggódtunk valakiért. Ezek együtt az ősagyat képezik. A narancssárga másik része ugye a piros sejtsorhoz tapad, és ez viszont az agyvelő irányítása alatt van, ezt új mezodermának is nevezhetjük, és ebből fognak kialakulni az önleértékelésre reagáló sejtjeink, ami ugye önpusztítás, és ide tartozik a csont, az ízület, a csontokat mozgató haráncsikolt izmok, nem a sima izmok, a haráncsikolt izmok, az izmokat ellátó osztógyűjtő és nyirokerek, valamint a kötőszövetek, többek közt a zsírszövet is ide tartozik. Nos, itt már először bontok, aztán építek, és az összes önleértékeléssel kapcsolatos konfliktus tehát az agyvelőbe csapódik. A fenti két képből a baloldali narancssárga színben az agyvelőnek látjuk az agyi CT kép után létrejött grafikus ábrázolását, és erre majd még kitérek. A piros színnel jelzett sejtek kívül vannak,
ektoderma, a kültakarót hozzák létre, ezért van a piros baba ott bejelölve, tehát azt a bőrfelszínt, amit láttunk a szemünkkel, ez ektodermális, ezt az agykéreg irányítja, és itt az elválasztási konfliktusok fognak szervi szinten megjelenni. De az agykéreg a birtok konfliktusokat is irányítja, valamint a működés változásokat is, ezekről mind-mind külön webkonferenciák nézhetők meg. Nos, a konfliktus típusokat, ha még egyszer összefoglalom, és mutatom a Hámer doktor tudományos táblázatát, akkor láthatjuk, hogy a narancssárga oszlopban lesznek az agytörzs által irányított falat konfliktusok, tehát táplálék, víz, levegő, remélem mindenki számára adott, tehát már is megnyugodhatunk, hogy nem fogunk meghalni, és még fény meg hang, remélem, hogy most már hang mindenkinél van, tehát innentől kezdve a túlélésünk eleve biztosítva van. A kisagy által vezérelt programok a narancssárga oszlop felső részében vannak, és innentől, vagyis a narancssárga és a piros oszlopra vonatkozóan beszélünk a kezűségről, hogy ki jobbkezes és ki balkezes. A kezűségről csak annyit, hogy a jobbkezesnek jobb oldalt, a balkezesnek bal oldalt fognak megjelenni a partner kapcsolatban elszenvedett támadási konfliktusok, öleértékelések, birtok elválasztási konfliktusoknak a szervi tünetei. Az anyagyerek konfliktusok viszont az ellenkező oldalon. Tehát jobbkezesnek baloldali, balkezesnek jobboldali meldaganatot fog okozni, ha aggódik a gyermekeért vagy az édesanyjáért. Vagy azért az emberért, akit úgy szeret, mintha az édesanyja vagy a gyermeke lenne. Mert a biológiában a szeretet számít. A kötődésnek a minősége. És nem az, hogy ki az én biológiai anyám. Mert lehet, hogy hatalmas harcban állok én a biológiai anyámmal, és a keresztanyámat szeretem úgy, mintha ő lenne az édesanyám, vagy szeretném, ha ő lenne az én édesanyám. És ezért a vele kapcsolatos konfliktusok az anyagyerek oldalon fognak lecsapódni. És az anyuval való konfliktusok partner oldalon. Az agyvelő irányította program a narancssárga oszlop alsó részében vannak, ugye fehér állomány szürke magvai képezik azokat a hámeri gócokat, ahova az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseink becsapódnak, és elindul rá a szervi válasz, amint azt már említettem. A piros oszlopnak a felső kétharmadán, háromnegyedén a birtok és elválasztási konfliktusokkal kapcsolatos külön programokat találjuk, és alatta pedig a működésváltozásokat. Ez egy fantasztikus táblázat, én 2 évig teszteltem, mint háziorvos, mert egyszerűen hihetetlen volt, hogy ez ennyire egyszerű lenne. Nyilvánvaló, hogy egyszerű, ha az embernek vannak alapvető ismeretei anatómiából, élettamból, embriológiából, kórélettamból, tünettamból, hogy csak néhány alaptantárgyat említsek, amelyekkel nem rendelkeznek azok, akik mondjam úgy, hogy laikusként foglalkoznak a germán gyógytudománnyal. És ezért ezeket a tüneteket Hammer doktor feltételezi, hogy egy orvos tudja. Ez a táblázat tele van szakszavakkal, terminus technikusokkal, és nehezen érthető laikusok számára, de bárki hozzájuthat, megveheti, és elgondolkodhat rajta, hogy egy-egy mondat mögött mi áll, mint lehetőség. A mellék pajzsmirigyről egyetlen mondatot ír Hammer doktor, természetesen itt a falat konfliktusoknál, arról egy teljes webkonferenciát meg lehet nézni a weblapon. Csak mondtam egy példát. A negyedik természet törvényt szinte egy időben találja fel a harmadikkal Hammer doktor, mert ugye rájön arra, amire még eddig senki nem jött rá rajta kívül, hogy ugye a bennünk élő mikroorganizmusok, azok összefüggésben működnek azzal, hogy az adott szerveink milyen csiralemezből származnak. Tehát a gombák és a gombabaktériumok, azok az agytörzs és kisagy által irányított programokban fognak segíteni a megoldást követő szakaszban, hogy lebontsam a felesleges sejteket. Ugye a természetben is a gombák bontják le a kidőlt fákat. Ezek nem kórokozók, ezek a mi
saját, mondjam úgy, hogy vendégmunkásaik. Aztán ott vannak a baktériumok és a vírusok, ezek viszont a megoldási szakaszban visszaépíteni segítenek a lebontott sejteket, amit az agyvelő és agykéreg programok által mi már lebontottunk. És ezek sem az ellenségeink. Természetesen, ha túl sokáig ültem a konfliktus aktív szakaszban, akkor nagy mennyiségű baktérium, gomba vagy úgynevezett kórokozó jelenik meg a gyógyulási szakaszban. Azért mondtam, hogy úgynevezett, mert ezeket csak Louis Pasteur nevezte kórokozóknak, mert hát ugye megfizették ugye a kutatásait, ilyen ismeretlen családok, mint Rothschild és Rockefeller, és természetesen hozta az eredményt, amit elvártak tőle. Igaz, hogy az vele egy időben élt, és sokkal, de sokkal híresebb ember, mint Antoine Béchamp. Mondta neki, hogy Lajos az nem éppen úgy van, de hát ez ment át ugye az orvosi köztudatba, meg a laikusok köztudatába is, hogy ezek kórokozók, és mégse tudott hazugságban meghalni Louis Pasteur sem, a halálos ágyán beismerte, hogy a millió, vagyis a környezet számít, és nem a kórokozó. Nos, ezt csak azért említettem itt meg, mert részleteket a negyedik természettörvényről is kapunk egy külön előadásban, hogyha az embereket ez érdekli, a Lyme-kor és a negyedik természettörvény címmel. A érdekesség az, hogy ez 1987 óta ismert dolog, és 2020. május 29-én, ugye amikor már feloldották a nagy karantént, olvasom a megfelelő cikkben, ugye, hogy, mert ugye orvosi szaklapokat most is olvasok, mert érdekel, hogy hol tart a hivatalos tudomány, és ebből a cikkből szó szerint idézem ezeket a mondatokat, utána lehet nézni, hogy mit ad Isten, az összes rákfajtában jelen vannak a mikróbák. Na hát, 2020-ra beismertük. Én nem hinném, hogy ezt eddig nem tudták volna. Most azért ismerték be, mert új rákterápiát akarnak bevezetni a kemoterápia miatt. Majd meglátjuk. A krónikus betegségeknek az oka, ugye, amikor azt mondják, hogy gombás fertőzésem van, az pontosan az, hogy nem oldottam meg a konfliktusomat. Ha nem oldom fel a konfliktust, vagyis függő konfliktus aktivitásban vagyok, akkor azt jelenti, hogy folyamatosan vagy építek, vagy bontok. És itt már az anémiáról beszélek ismét, mert az anémia azt jelenti, hogy benne vagyok a konfliktusban, és nincs megoldva. És pusztítom a csontot, ahol a vérképzés történik, de ezt majd mindjárt kifejtem. A policiklikus lefolyás azt jelenti, hogy nem tanultam semmit az első úgynevezett betegségemből. Újra megcsinálom, és újra megcsinálom azt, hogy mondjuk aggódok. Egyszer a jobb mellemben van daganat, aztán a balban, aztán mind a kettőben. De miért? Mert még mindig aggódom. Még mindig nem jöttem rá, hogy az aggódás az egy akkora öngól, amekkorát foci mérkőzésen sem láttunk. Ez egy őrültség, hogy aggódás miatt egy nő tönkretegye a melleit. És a másik őrültség, hogy ebbe bele is halljon. Miért? Mert elhiszi azt, hogy rossz indulatú, hogy gyógyíthatatlan, stb. Természetesen nem mindegy, hogy mikor kapunk észhez. Nem mindegy, hogy a biológiám képes-e megoldani a felesleges sejtek lebontását, visszaépítését, vagy már akkora tömeggel van dolga, hogy biza, a mell szét fog robbanni, tessenek megnézni a mell biológiai programjait, és ott képekben mutatom, hogy miről szól a történet. És itt jön a függő gyógyulás, amivel aztán abszolút át fogjuk írni a biológiai szöveteinknek a szerkezetét. És hát erre már aztán rámondják, hogy autoimmun, meg degeneratív, meg gyógyíthatatlan, és ismeretlen, és a többi. Pedig csak arról van szó, hogy nem tudom befejezni a gyógyulásomat, mert folyamatosan sínre kerülök, minden nap vagy minden két nap. És akkor miről szól? Még mindig nem oldottam fel érzelmileg a történetet.
Még mindig nem változtattam a gondolkodásomon, a hozzáállásomon. Még mindig nem akarom észrevenni, hogy a biológia nem ellenem, hanem értem dolgozik. Nem az ellenségem, a testem. És a betegség az nem egy szivatás, hanem egy figyelmeztető jel, hogy valahol, valamit még nem tettem rendbe önmagamban. Az ötödik természettörvényt 94-ben írja le Hammer doktor, és ez a lényeg megértésének a törvénye. Ezzel teszi fel a koronát az első négy természettörvényre, hiszen itt olyan dologról van szó, amit bárki megfigyelhet, ha kinéz az ablakon. Tessék megnézni, hogy minden, ami él, az élni akar. Tehát minden élőlénynek a túlélés és a faj fenntartása az a programja, amit egy életen át ő követ, csak hogy emögött a félelem áll. A haláltól és faj kipusztulásától való félelem. Az állatok nem képesek a félelmeiket tudatosan megoldani, viszont kerülik a sineket. Ezért nem lesznek krónikus betegek. Az ember viszont képes arra, hogy másképpen nézzen egy történetre, egy meghiúsult szerelmi kapcsolatra. Nem abban kéne lenni 10 év múlva, hogy hát igen, és ez a dolog nem jött össze, és ezért leírom magam. Mert engem nem úgy szeretnek, ahogy én szeretném. És csinálok magamnak anémiát. Hanem azt kellene megtalálni egy felborult kapcsolatból, hogy mit tanultam általa. Lehet, hogy meggyaláztak, lehet, hogy mindenki belém törölte a lábát. De vajon miért? Azért, mert én ezt megengedtem, mert én úgy viselkedtem, hogy ezt a nonverbális kommunikációval, a testbeszédemmel, ezt a reakciót váltottam ki belőlük, hogy mindenki engem bántson. Mert olyan a testtartásom, és olyan a tekintetem. Igen, ezeket nem tanítják az egyetemeken, de mindenki tudja. Mindenki tudja. Ebből lehet, kérem szépen, rengeteget tanulni, és ez az, amit nem tudunk letagadni. Ha lehalkítjuk a televíziót, nekem már 26 éve nincs, de ha lehalkítjuk a televíziót, és megnézzük egy politikusnak a nyilatkozatát úgy, hogy leveszem a hangot, és csak figyelem a mimikáját, rengeteg dolgot lehet abból megérteni, természetesen, ha értjük egy kicsit részletesebben a testbeszédet. De a lényeg az lenne, hogy megértsük, hogy nincs rossz indulat a biológiában, csak az emberek fejében. Csak hogy nem mindegy, hogy mikor oldom meg mindazt, amit én elindítottam. Hammer doktor téziseit a Tübingeni Egyetemen, ahol ő járt egyetemre, és ahova beadta a téziseit, mai napig nem vizsgálták felül, nem foglalkoztak vele, pedig bírósági határozat kötelezi az egyetemet arra, hogy végre döntse el, hogy kinek van igaza, Hammer doktornak vagy az egyetemnek. Miért nem foglalkozik vele? Mert nem tudja azt mondani, amit viszont a Nagyszombati Egyetem mert kijelenteni, itt van az igazolás róla. Hogy 1998-ban már elismerték, igazolták, hogy az öt természettörvény az teljes mértékben igaz. Mi lett volna, hol tartanánk 22 év távlatában, ha bevezetjük az öt természettörvényt az orvosi gondolkodásba? Ja, hogy a mai költségek 5 vagy 10%-ából megoldhatnánk az egészet, az egy dolog, de nem lehetne hülyíteni az embereket. Hát ez a probléma, és akkor nem lehetne annyi gyógyszert eladni nekik. Szóval én úgy gondolom, mindenkinek a saját döntése az, hogy mivel foglalkozik, és hogyan gondolkodik erről az egészről. Remélem mindez, amit eddig elmondtam, az egyszerű és érthető volt, ha nem, akkor tessék kérdéseket föltenni a fórumban. És gondolkodjunk el azon, hogy kinek érdeke, hogy én egészséges legyek, és kinek érdeke, hogy én beteg legyek. Aztán mindenki döntse el, hogy milyen irányba mozdul el. A mozgató rendszerünket, amit mondtam, az önleértékelés fogja szétbontani, mert az önleértékelés az önpusztítást jelent a konfliktus aktív szakaszban. A megoldásban természetesen visszaépítjük azt, amit lebontottunk, sőt, többet építünk vissza, mint amit lebontottunk,
mert pont ez a biológiai értelem, ezt a plusz visszaépítést fogják félrediagnosztizálni természetesen, és ne felejtjük, hogy a gyógyulásban jön a fájdalom. És szeretném, ha most mindenki kórusban kimondaná ezt az egyenletet, hogy fájdalom egyenlő gyógyulás, ha mozgatórendszerről van szó. Még egyszer, fájdalom egyenlő gyógyulás. Mert vannak olyan helyzetek, amikor a fájdalom a konfliktus aktív szakaszban jelenik meg, de külön erről van webkonferencia, és megtudhatjuk, hogy melyek azok a fájdalmak, hogyan jelentkeznek, amik már a konfliktus aktív szakaszban jelentkeznek. De itt most a mozgásrendszerről beszélünk. És természetesen, amint említettem, ha lebontom a csontjaimat, az ki fog hatni a vérképzésre, mert hát a szivacsos csontállomány a vérképzésnek a szerve. És ezért lesz az, hogy létrejön az anémia a konfliktus aktív szakaszban, majd a leukémia a megoldásban. Ha az izmokat bontom, akkor az az izmoknak a sorvadását, visszaépítését fogja eredményezni természetes fájdalommal, izomrángásokkal, amit már súbunak neveznek, és a többi, és a többi. Nem akarok itt most teljesen belemenni az önleértékelésről szóló történetekbe, erről külön webkonferencia van. Mint említettem ezt a képet a bevezetőkben, ez a koponyalappal párhuzamos síkban készül, valahol itt középtájon, és Hammer doktor ezen a rajzon hajszál pontosan megjelöli, hogy milyen testrészünknek hol van az agyvelői képviselete. Láthatjuk, hogy a fejtetőtől, koponyatetőtől egész a lábunkig, az egész testünknek van az agyvelőben képviselete, vagyis agyi irányítása. És ez meghatározza, hogy egy adott területen, a testem valamelyik területén megjelenő tünet milyen konfliktus tartalommal bír. Például valakinek fáj a nyaka, az mindig az igazságtalanságról szól. Akkor, amikor megoldottam, hogy igazságtalanak voltak velem, ezt a konfliktust megoldottam, túltettem magam, elfogadtam, akkor jön a nyaki fájdalom. Természetesen az epileptoid krízisben a nyaki izomzat, ha az érintett, akkor az úgy görcsben lesz. Ha a nyaki csigolya, akkor az esetleg összeroppan. Ha a nyaki ér, akkor ott az ütőérben érszükület fog fellépni csak az egyik oldalon, vagy anyagyerek, vagy partner oldalon. Ha valaki nem bír elviselni valamit, akkor természetesen a csípőtájéka lesz érintve, de az érzésnek az ereje meghatározza, hogy a csontot, a porcot, az izmot, vagy a lágy szöveteket fogom sorvasztani. És mi van, ha a lágy szöveteket sorvasztom? Hát kialakul a lágy égsérv. Mi van, ha a porcot bontom, rontom, bontom? Hát akkor elkopik a porc felszín a csípőizületben. És ez konfliktus aktív szakasz, és ez nem fáj, csak kattog az izületem. Na majd a megoldásban jön a megfelelő fájdalom. Nem folytatom, mert ez össze van foglalva a csont és vérképzésről szóló webkonferencia anyagban, akit érdekel, legyen szíves azt is megnézni. A vérképzés folyamatáról tehát már elárultam azt, hogy a vérnek a túlnyomó része az a szivacsos csontállományban képződik, és itt látunk egy szép nagy szomcsontot jobb oldalt felől, benne az őssejtet és az abból keletkező többi sejtet. A baloldali képen már látjuk itt diagramban, hogy van az őssejt, ugye, a hemopoietikus, vagyis a vérképzéshez szükséges őssejt, amiből aztán lesz két vonal, a közös limfoid, progenitor, és a közös mieloid. Ugye a leukémiáknál és a nyirokrendszer problémáinál ezt a jobb oldali részt már megbeszéltük, lásd a mieloma multiplexről szóló előadást. De a baloldali kép a közös mieloid progenitor, amint látjuk, ebből lesz a trombocita, ebből a hatalmas, szép nagy megakariocitából, ugye mega, ez nem egy megasztár, ez egy nagyméretű sejt, megakariocita. Ebből lesznek a trombociták, vagy vérlemezkék, amelyek ugye a vérzékenységünket befolyásolják, ha túl kevés van benne, felép a véraláfutás. Akkor ugye itt lesz a trombopoietin
nevű hormon, ami ezt segíti. Az eritropoietin hormon, EPO, viszont a vörös vértestek képzését fogja segíteni. És már is meg kell említsem, hogy az eritropoietin hormon viszont a vesében keletkezik, tehát a vesétért konfliktus ki fog hatni a vérképzésre is. Na hát ezt laikus ember nem tudom, hogy mennyire látja összefüggéseiben, de hát ez megint olyan anyag, amiről orvosnak illik tudnia. És nem folytatom tovább a dolgot, mert most már olyannal is találkozunk, hogy mielodiszpláziás szindróma. Ez tulajdonképpen ugyanaz, amit Hammer doktor is leír, mindjárt mutatom az ő felvételét, vagyis az ő könyvéből a leírást, annyit jelent, hogy konfliktus aktív szakaszban vagyok, és érintett mind a három sejtvonal, vagyis mind a trombocita, mind a vörös vértest, mind pedig a fehér vérsejt számnak a csökkenése. Diszplázia, vagyis nem működik rendesen a mieló, vagyis a csontvelő. Nem kell megijedni egy ilyen kifejezéstől, meg kell nézni, hogy mi van mögötte. Egy konfliktus aktív szakasz. És itt van Hammer doktornak az ábrája a könyvéből, amiben nagyon, de nagyon jól látszik, remélem jól látszik, és ha nem, hát akkor majd a felvételen kinagyítható lesz mindenki számára, hogy a konfliktus aktív szakaszban, ugye ott megindul a csontnak a lebontása, hát ez csak egy ábrázolás, az a fekete pont, mert önleértékelést éltem meg, és a szimpatikotóniában, vagyis a konfliktus aktív szakaszban rontom-bontom a csontot. Csak hogy ez kihat a csontvelőnek a működésére, ezt csontvelő depressziónak is nevezhetjük, és a pánmielofízis ugyanazt a kifejezést takarja, mintha azt mondanám, hogy mielodiszpláziás szindróma. Na, nem akarom tovább az idegrendszert borzolni ilyen szakmai kifejezésekkel, de a lényegnek a megértése az, hogy önleértékelés az önpusztítás, ez magyarul van, ezt mindenki megérti, és a legsúlyosabb önleértékelés az a csontvelőt fogja érinteni, a csontot és a csontvelőt nyilvánvaló, megindul a csontnak az elmésztelenedése is természetesen, mármint a tömörcsont szövetnél, mert ugye a csontnak van egy tömörcsont szövete, és van szivacsos csont, szóval, hogy részletezzük a dolgot, a tömörcsont szövet is elmésztelenedik, és ezt szüdeg szindrómának fogják nevezni, mondjuk a röntgenkép alapján, mert gondolt egy nagyot és okosat, mondjuk a bal ugró csontom, és megdöglött, vagyis eltűnt belőle a kálcium, de miért a bal, és miért nem a jobb, vagy miért nem mind a kettő, ugye erre nem fognak válaszolni, mert leírtam magam, hogy képtelen vagyok kiugrani abból a pokolból, amiben benne vagyok. És ezért alakult ki a csont elmésztelenedése. Aztán majd, mikor visszaépül, és több csontot építek vissza, mint amit lebontottam, akkor ezt már természetesen daganatnak fogják nevezni. Mert nem olyan, amilyennek lennie kéne az anatómia könyv szerint. De most a szivacsos csontállományban vagyunk, ami viszont a vérképzésre hat, és a vérképzés azt jelenti, hogy csökkent lesz mind a vörös, mind a fehér, mind a trombocita szám, konfliktus aktív szakaszban vagyunk. De miért élünk meg ilyen dolgokat? Miért gondolom én azt, hogy nem vagyok így jó, ahogyan én vagyok? A legsúlyosabb önleértékelés mindig a szeretetről szól. Mindig arról szól, hogy engem nem úgy szeretnek, ahogy én azt szeretném. És az a problémánk ezzel kapcsolatban, hogy az itt megélt önleértékelés az természetesen mindig a vérképzésre hat. Tehát mindig erről szól a történet. Az önleértékelést megélhetjük amiatt, mert mások olyat mondanak, ami miatt mi azt éljük meg, hogy ő nem értékel engem, de lehet, hogy ez a mondat el sem hangzik, csupán az én fejemben létezik, hogy nem vagyok elég jó, ezáltal nem vagyok szerethető, biztos nem kellek senkinek. Erről jut eszembe egy, ez a helyzet, ez mióta ember él, azóta jelen van. Ez az irodalomban is rendben van. Ha már az irodalomnál tartunk, egy önleértékelésről szóló verset, hadd
mondjak most elkeresz. Tessék. Adi Endre, szeretném, hogyha szeretnének. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember. Fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces messze fény. Lidérces messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Hogy látva lássanak. Ezért minden, önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié. Lennék valakié. Hát ez tökéletesen adja azt az érzést, mert az érzésre kell figyelni. A szavak által bennünk keltett érzésre. Ha ez valakiben, hogy is mondjam, visszhangot kapott, és együtt tud érezni ezzel az egésszel, akkor jó lesz elgondolkodni. Így van? Nagyon jó lesz elgondolkodni azon, hogy amikor azt élem meg, hogy nem tartozom senkihez, nem vagyok senkinek semmije, hogy nincs olyan ember, aki engem úgy fogadna el, ahogyan vagyok. Mert a család erről, a családnak igen, erről kellene szólnia, egy szellemi közösségnek kellene lennie. Így van. Amikor ez a szellemi közösség hiányzik, és csak a biológiai kapcsolatok, a vérrokonság, a ki kire hasonlít, és kinek áll úgy a lábúja, mint az enyém, igen, de ezen kívül szoros, mély érzelmi és lelki kötelék nincs közöttünk, sem szellemi szinten, sem célok szintjén, sem pedig életfelfogás szintjén. Amit mondok, az idegen, az titok, az teljesen elhatárolódás az irányomba, akkor azt élem meg, hogy igazából nem vagyok senkinek semmije. Így van. Ha vagyok, mint minden ember, ez nem egy erény. Az életet valamikor egyszer mi választottuk, mert rábólintottunk, hogy megszülettünk. Mi választjuk a szüleinket, de ez a el vagyok állapot, amikor igazából vagyok, mert felébredtem, de nincsenek életcéljaim, nincsenek terveim, nincsenek vágyaim, nincsenek reményeim az életet illetően, akkor el kell gondolkodni azon, hogy mi értelme van így élni. Na, ez a mi értelme van így, az önleértékelés. Így van. Itt kellene elcsípni. Vannak pillanatok mindannyiunk életében, amikor nem látjuk a kiutat, amikor úgy érezzük, hogy vakvágányon vagyunk, vagy azt érezzük, hogy igazából nagyon messze van tőlünk a reménysugár, hogy az egész csak egy lidérces messze fény. Van olyan állapot biológiai szinten is, amikor fájdalmaim vannak, amikor erőtlen vagyok, éppen megoldom az önleértékelési konfliktust, igen, emberek, épp gyógyulok, de ilyenkor írom le magam, hogy én már nem érek semmit, hogy én már nem látom a kiutat. Ez a luxus. Ha már doktor luxus grupének, luxus csapatnak, luxus csoportnak nevezi azt, amit úgy hívunk, hogy önleértékelés. Vagyis pazarlás, tékozlás, felelőtlenség és vakmerőség. Azt gondolni a gyógyulási szakaszban, hogy nincs remény. Épp akkor gyógyulok. Tudom, pokolian fáj a csont, újraépítés. Tisztában vagyok vele. De meg lehet oldani. A szükséges és elégséges fájdalommal ki lehet bírni. És akkor, amikor én a szükséges és elégséges mértékű fájdalmat elfogadom, akkor a magányosságom, hogy engem nem ért meg senki, nincs itt mellettem senki, hogy Adi Endre írja, hogy senki nincs, nem vagyok senkinek, senki nincs körülöttem. Ez az az elszigetelődés, magány állapot, amit a biológia ödémával próbál korrigálni, és az ödéma tízszerezi a fájdalmat. Hát így van. Szeretném ezt a tapasztalatot megosztani. Szeretném, ha elgondolkodnánk
egy 120 évvel ezelőtt írt versen, hogy mennyire aktuális ez még 120 év múlva is. Sajnos mennyire sajnos. Aktuális az, hogy a reményt, a biológia teljes helyreállítását lidércvénynek éljük meg, káprázatnak, illúziónak. Az az illúzió, hogy nem vagyok senki, nem vagyok úgy jó, ahogy vagyok. Igen, vagyok, mint minden ember fenség, mert valóságteremtő hatalmunk van. Valóságteremtő lények vagyunk. Kérdés az, hogy mit teremtek, amitől félek, vagy amire vágyakozom. Ez nagy kérdés. Azok a titkok, amiket magammal húzok évtizedeken keresztül, mekkora önleértékelést hoznak az életembe. Titkolom, hogy megbuktam matematikából, titkolom, hogy ilyen-olyan helyzetekbe belekerültem, titkolom azt, és itt tudjuk mondani, eltitkolom a saját véleményem, mert csak úgy fogadnak el, ha egyformán mindenkivel egyetértek, és mikor kivel beszélek, azzal leszek teljes összhangban, mindenki és a véleményem mindenki, igen, a véleményem az szerint változik, hogy kivel beszélek, de az, ami bennem van ezzel kapcsolatban, az örök titok marad. Soha meg nem jelenik, igen. Az elidegenedés, az, amikor megszűnik egy kapcsolatban a szeretet jelen lenni, akkor nem arról van szó, hogy már ha senki sem szeret, akkor nem érek semmit. Hát benne van ez is, természetesen. Mert az ember önmagát hibáztatja. Így van. És Ady Endre is azt mondja, hogy de jaj, nem tudok így maradni. Itt felsikolt a biológia, felsikolt az igazi lény. Szeretném magam megmutatni. Na, kérdés az, hogy ki mit akar megmutatni. Ha csak a biológiai képességével akar hencegni, na, én is ezt is meg tudom csinálni, igen. Mert felemelek 678 kilót is a fejem fölé, igen. És ha ez egyszer nem sikerül, akkor jön az önleértékelés. Ha meg akarom magam mutatni szellemi szinten, hogy hány oklevelem van, mihez értek, mit tudok, hány kitüntetésem van, milyen értékeimmel, értékekkel rendelkezek, milyen társaságba járok, milyen barátaim vannak, milyen közösségnek vagyok a tagja. És milyen autóval járok. Igen, az egy másik történet, az már nem a szellemi magaslatokról szól, de erről is szót ejtek, köszönöm, igen. Hogy emlékeztettél rá. Akkor eljutok arra a szintre, ahol a megalománia kezdődik, hogy igen. Mindenkinél okosabb vagyok, mindenkire van egy pikírt megjegyzésem, minden egyes szóba, akár amit hallok, élőszóként, videóban hallott mondat, lehet, hogy az én mondatomra is most sokan ugranak, hogy az nem úgy van, de gondolkodjunk el azon, hogy abban a pillanatban, amikor mindenkinél mindent jobban tudok, de mégis én vagyok a beteg, és nekem fáj mindenem, érdemes ehhez ragaszkodnom. Igen. És a makacs ragaszkodás az pedig a térdeket szedi szét, tehát tessenek erre odafigyelni, nincs az az igazság, vagy igazságtalanság, ami ezt a szintű önpusztítást megérné. Szeretném magam megmutatni. Mi az, hogy magam? Ki vagyok én valójában? Mindaz, amivel azonosítom magamat emberként, azok a testemhez tartozó tulajdonságok. Ahhoz a testhez, ami valójában lehet, hogy mulandó, lehet, hogy lehetne nem mulandó, lehetne. De tegyük fel azt, hogy ez a testhez tartozik. Ez vagyok én, a fülem, a vércukorszintem, a bilirubin szintem, az utálatom, a kedvességem, a tudásom. A vérképem, a süllyedésem. Ugye? Valakinek az a baja, hogy magas a süllyedése, 10 éve. Magas a süllyedése. Igen, magas a süllyedése. Ez volt a levélben, igen. Ezek mind a testhez tartozó tulajdonságok, vonások, késztetések. Ez vagyok csupán? Vagy több vagyok ennél? Mi van bennem, ami igazán fontos? Nem akarok kiezgetni senkit, de egy Alzheimer-kórral minden tudásom elszáll. Egy szklerózis multiplexel a mozgás képességem elszáll. Bármi történhet a testemmel, de az, aki én valójában vagyok, az sérthetetlen, épp és egészséges,
örök. Ha szeretném magam megmutatni, vagy nem a lelkemet szeretném valakinek megmutatni, nem azzal az emberrel tudunk mi őszinte szeretett kapcsolatban élni, akinek nem számít, hogy hány őszhajszálunk van, hány kilósak vagyunk, milyen a vércukorszintünk. Nem ezért szeret. Nem a külsőségekért, nem a tudásunkért, nem a főzni tudásunkért, nem az autó vezetési képességünkért, ahogyan parkolunk, hanem azért, akik mi vagyunk ott legbelül. Ezt szeretnénk megmutatni. Ezért szeretnénk ezzel kapcsolódni, lelki kapcsolatban maradni másokkal. És abban a pillanatban, hogyha ezt nem tudjuk megnyilvánítani, amikor ez nem látszik a cselekedeteinken, nem látszik az életünkön, hogy lássák, látva lássanak, hogy ki vagyok én ott belül, akkor el kellene gondolkodni, vajon mennyi teret engedek én a lelkem megnyilvánulásáért. Minden más önkínzás. Szeretném, hogyha szeretnének. Kezdem újból a mondatot. Vajon én szeretem-e magam annyira, hogy nem kezdek egy újabb és újabb önleértékelést? Vajon szeretem-e magam annyira, hogy felveszem ezzel a belsőm igazán létező lényemmel a kapcsolatot? Hogy együtt test és lélek legyünk egységben. Azt hiszem, hogy lennék valakié, az pont ezt jelzi. Igen. A lelkemé. Akkor, és olyan valakié leszek, amilyen per pillanat most vagyok. Ez benne mondjam úgy a ciki. Mert nagyon lényeges minden, amit összefoglaltál, tökéletes. Köszönöm. De itt jön be az a végén, hogy a szeretném, hogyha szeretnének, ugye ez a versnek a címe is, a mondani valója, vagyis szeretném, ha elfogadnának engem olyannak, amilyennek vagyok. Mert minden ember tudja azt, hogy ez az igazi szeretet, amikor feltételek és előítéletek nélkül elfogadnak engem olyannak, amilyennek vagyok. És az önleértékelés abból is adódik egy gyereknél, hogy csak akkor szeretünk, ha jó tanuló vagy. Feltételekhez kötött szeretet, elvárásokhoz kötött szeretet. De hát mindent megvettem a gyermekemnek. Semmit nem kell megvenni a gyermekemnek, csak minőségi időt kéne vele eltölteni. Meg kéne hallgatni, hogy annak a gyermeknek mi a problémája. Mert van neki problémája. Képzeljük el, kedves szülők, a gyermeknek vannak problémái, és ha egyedül marad, és nem érzi azt, hogy tartozik valahova egy szellemi közösséghez, ahol őt megértik, akkor ott kérem, ne csodálkozzunk azon, ha elindul, amint itt látjuk ezen a képen, a konfliktus aktív szakaszban az önleértékelés miatt a sejtek pusztulása, majd a megoldásban, amikor végre valami összejön, a gyermeknél megjelenik a leukémia. Hatalmas fáradtsággal, csontfájdalmakkal, éjszakai izzadással, teljes legyengüléssel, és amikor kiderül a leukémia, akkor már nem fogunk tudni, mit tenni a gyermekünk érdekébe. Mert a szülő nem tagadhatja meg a gyermekének a kemoterápiás kezelését. 18 éves korig nem a szülő dönt a gyermekéről, hanem az állam. Hogy az állam által kiküldött gyám. Úgyhogy jó lenne felébredni, és ha felismernénk a leukémia tüneteit, és idejében helyre tudnánk tenni ezeket a dolgokat szívtől szívi kommunikációval, megértéssel, elfogadással, feltétel nélkül elfogadással, akkor ez az egész, amiről eddig beszéltünk, teljesen feleslegessé válna. A megoldásban nyilván, hogy először a fehér vérsejtek fognak helyreállni, és a vörös vértest szám még mindig alacsony lesz. Ne felejtsük el ezt az ábrát, mert még utalni fogok rá. Itt még mindig alacsony a vörös vértest szám. De már előkészül az exudatív fázisban az,
hogy majd a hegesedési fázisban a vörösvértes szám helyre fog állni. Mindjárt megértjük, hogy mindezt hogyan, természetesen a trombocita számmal együtt fog helyreállni. Tehát először a fehér vérsejtek, a második szakaszban a vörös és a trombocita fog helyreállni. Nos, a vörös vérsejtek szerkezetébe, ha egy kicsit belemegyünk, nagyon, de nagyon érdekes dolgokat fogunk megérteni, és engem csak lenyűgöz mindaz, ami a természetben előfordul. Először is az alakja, itt látjuk az alsó képen, látjuk, hogy egy ilyen metszetkébe, tehát ha keresztül metszem, egy piskóta alakú felületről van szó, mert ez biztosítja a legkisebb térfogat mellett a legnagyobb felszínt, hogy tudja fölvenni a vérgázakat, az oxigént és a széndioxidot. A hemoglobin az a molekula, ami erre képes, 4 alegységből áll, és van egy fehérje része, az a globuláris, és egy nem fehérje része, az, amit hemnek nevezünk. Na most a hem csoportban van egy kétvegyértékű vas, és ez pedig egy porfirin nevű heterociklikus gyűrűben foglal helyet, nem véletlenül, hogy ebben. Mindjárt megértjük, hogy miért. A vasnak a lényege az, hogy szoros kapcsolatot tart nem csak a hemmel, hanem a globuláris fehérjével is, és reverzibilisen, tehát megfordíthatóan tudja megkötni az oxigént is, és a széndioxidot is, mert ugye a tüdőtől az oxigén szállítja a szövetekhez. Ott le az oxigén a szövetekhez kapcsolódik, viszont felveszi a széndioxidot, és viszi a tüdőhöz. Tehát ő egy fantasztikus sejt, és ha megnézzük ezt a heterociklikus gyűrűt, amiről beszéltem, tessenek megnézni, hogy ugyanazt a szerkezetet találjuk meg a növényeknek a klorofilliába és az emberi hemoglobinban, avis az emberi vörösvérsejtben. Csak hogy a növényekben magnézium kapcsolódik ehhez a heterociklikus gyűrűhöz, az embernél pedig vas, ezért lesz piros. A magnézium miatt pedig a növényeknél zöld lesz. És mind a kettőnek ugyanaz a feladata, az oxigénnek a megkötése, és a oxigén és széndioxid, az oxigén és széndioxidnak a forgalmát biztosítják a növények is. Mert ugye a növények azok, amelyek tisztítják számunkra a levegőt, és oxigént állítanak elő. A vassal létrejött heterociklikus gyűrű a hemoglobin viszont, ugye az oxigén szállítja a szövetekhez. Hát nem csodálatos? A teremtőnek azért volt, hogy mondjam, egy olyan tudása, hogy ami az egyik helyen bevált, azt tudta alkalmazni a másik helyen is. Tehát nézzük meg, hogy részei vagyunk a természetnek. Részei vagyunk ennek a világmindenségnek, már a fizikai szinten is, biológiai szinten is. És ha én része vagyok a mindenségnek, akkor lehetek én még magányos. A világegyetem egy olyan holografikus rendszer, amiben minden mindennel kapcsolatban van, és mi így emberek, mi egymással is kapcsolatban vagyunk, és akkor nem tudnánk megélni a magányosságot, ha nem csupán a biológiai testünk szükségleteivel azonosítanánk önmagunkat. A ferritinről szót kell ejtenem, mert ez a vasanyagcserében résztvevő fehérje molekula, és a laborokban, a laborvizsgálatokban ezt vizsgálják, és természetesen ebből mérhető, hogy a szervezet mennyire van vassal telítve. Nem 100% pontossággal, de egy nagyon jó iránymutatást ad nekünk arra, hogy hol tartunk a vasraktárokban, mennyi vas van a szervezetünkben, és a lényeges kérdést azért vetettem fel itt a ferritinnel kapcsolatban, mert konfliktus aktív fázisban a ferritin szint alacsony. De leírják, hogy vannak helyzetek, amikor meg anémia van, és a ferritin szint mégis magas. És most utalok arra, amit már az előbb
amiről az előbb szóltam, hogy a megoldást követő fázis exudatív szakaszában, amikor még csak a fehérvérsejtszám emelkedik, még mindig anémia van, ekkor már emelkedik a ferritin szint, és természetesen akkor tudjuk azt, hogy ez előkészíti azt, hogy majd a hegesedési fázisban a vörösvértes szám tudjon nőni, mert ehhez már biztosítva lesz a megfelelő mennyiségű vas. Most ezt az információt én tudom, kedves hallgatók, hogy nem mindenki tudja olyan lelkesedéssel fogadni, mint ahogy én erről beszélek, de egy hematológusnak leesik a tantusz, hogy te jó Isten, akkor tényleg azért van magas ferritin szint az exudatív fázisban, és azért van máskor alacsony ferritin szint. Ezt csak azért mondom, mert esetleg egy laborértéknek az elemzéséhez ez sem árt tudni, hogy GNM szemmel tudjuk a labort is megnézni. Természetesen a függő gyógyulásban vagyok, vagyis elakadok a gyógyulási szakasz exudatív fázisában, akkor lesz természetesen egy krónikus leukémiám, és magas lesz a ferritin szinten is. Nos, ezután a fejtegetés után még néhány ritka dologról is szeretnék szólni, mert vannak vas raktározási betegségek, mint a hemokromatózis és a hemoszideózis. Ezek külön tételek voltak nekünk belgyógyászatból, de most már értem, hogy a dolgok mögött mi a lényeg. Mert ugye a hemokromatózis, ez egy összefoglaló név, amiben benne van az, hogy a szervezetben a fokozott vasfelszívódás miatt a vastartalom normális szint fölé emelkedik, írja a szakirodalom. Nos, kérem szépen, a felesleges vas ilyenkor úgymond lerakódik a szervekben, és sejt szövetszintű károsodást fog okozni. De mi a probléma? Mikor halmozom fel tehát a vasat? Hát a megoldás követő szakaszban, mégpedig az exudatív fázisban, hiszen ezért szóltam a ferritinről is. És nyilván, hogy az exudatív fázis miről szól, hogy fáradékony vagyok. Na most, ha fáradékony vagyok, akkor meg túlhajszolom magam, mert nekem mégis valamit meg kell tenni. Ebből lesznek a szívritmus zavarok, és nem a magas vas szint miatt. Ebből lesz a szívelégtelenség, a túlhajszoltságba belép a pajzsmirigy, mint turbókapcsoló. Ugye erről már beszéltem a fáradtságról szóló webkonferencia anyagban. És hát nyilvánvaló, hogy a felesleges vas le fog rakódni imitamot, ahol látható, az éppen a tenyérnek az elszíneződése lesz. És nyilván, hogy szövettani képeken látszik a vasnak a lerakódása. Ez nem kérdés, ez nem vitás. De mi okozza ezt az egészet? Itt van a kép, ne feledjük el, a függő gyógyulás az, ami átalakítja a szöveti szerkezetet. Emlékszünk? Erre már utaltam az előbb. Ez szabad szemmel is látható? Ne, hát a szövettani képen, mikroszkóp alatt. Bocsánat, hát mikroszkóp alatt. Laikusként ülök. Igen, a tenyérnek a pirossága a szabad szemmel is látható, természetesen, de a szöveti szinten a vas lerakódása az látszik a szövettani mecetten. De most ne keverjük. Engedj meg valamit. Jaj. Most mondja. Lehet, hogy megharagszol, de azok a mentalisták, akik magukra ragasztják ezeket a vasdarabokat is, megáll, azoknak is ez van. Csak a kezemet figyeljétek, mert csalok, mondta Rodolfo mester, még fekete-fehérben láttam. De a biológiánk nem csal, ez nem mutatja, hogy mi van. Csal. Bocsánat, na most humorért. Az előzőképpen tehát a függő gyógyulást láttuk. De itt most a függő konfliktus aktivitás képét látjuk, és címként a hemoszideózis szerepel. És szeretném felhívni megint egy nagyon érdekes dologra a figyelmet, csak hogy lássuk, hogy hogyan tudjuk alkalmazni az akadémikus medicinában a germán gyógytudomány féle gondolkodást. Hemoszideózis ugye azt jelenti, hogy a szövetekben fokozott mértékben jelenik meg a vérből származó, tehát vérzésből származó vastartalmú pigmentnek a lerakódása. Igen. Mi okoz vérzést? Csak gondoljunk arra, hogy a túl erős, a túl intenzív bosszankodás az ugye gyomorfekét okoz, és a gyomorfeké vérzését majd látni fogjuk a fekete székletben.
a túl intenzív területkijelölési konfliktus, a vizelet véres mi voltát fogja jelenteni, mert a nyálkahártya túlzott sorvadása az alatta levő érnek a megpattanását és a vizelet véressé válását okozza. Mi okozza az orvérzést? A túlzott bűzkonfliktus, amikor olyan mértékben sorvasztom az orrnyálkahártyát, hogy az alatta levő ér megpattan és orvérzést kapok. Na most akkor mi okozza a tüdővérzést, vagyis a tüdőnek a hemoszideózisát, amit idiopátiás pulmonális hemoszideózisnak neveznek. Idiopátiás, mert nem tudjuk, hogy mi az oka, pulmonális, mert a tüdő, és hemoszideózis, mert vérből származó vas lerakódásáról van szó. Hát ha emlékezünk a tüdőre, annak ugye két konfliktusa, az egyik a halálfélelmi konfliktus, ami tüdőszaporulatot okoz, tüdőszövet szaporulatot, a másik viszont a birtokféltés, ami a levegőlevezető rendszer, tehát a hörgők, hörgöcskék nyálkahártyájának a sorvadását jelenti, és most ugyanarról beszélünk, mint amiről eddig szóltam, hogy orvérzés vagy gyomorvérzés, megpattan alatta az erecske, és mit fog okozni? Bevérzést fog okozni a tüdőben. És természetesen, hogy fellép a légszom, a mellkasi fájdalom, a köhögés, ugye birtokféltésnek tünete a megoldási szakaszban a köhögés, terhelésre fokozódik a nehéz légzés, tehát ott a nehéz légzésről, a diszpnoéról van külön webkonferencia, és véres köpet fog megjelenni. Hát ez teljesen természetes. És akkor megfejtettük azt, amit a medicina idiopátiásnak nevez, tehát ismeretlen eredetű, kiderül, hogy nem ismeretlen, csak ismerni kell azokat a folyamatokat, amelyek ismétlődnek a biológiában, különböző szervi szinten, és akkor megértjük az egészet. Ugye milyen logikus? Én nem tudom, de én imádom ezt az egészet, imádom, hogy végre értem, hogy mi történik a szervezetünkben. Na most természetesen felléphet ilyen dolog a májban, a hasnyálmirigyben, a lépben, a havesében az már Gott-Pasteur szindróma, meg poliangitisszel járó granulomatózis, és van transzfúziós hemoszideózis is. Ezt most már tényleg csak megemlítettem, hogy ezek is ide tartoznak. A szakemberek tudják nagyon jól, hogy mire utalok. Szóval a vérszegénységről, vagy más néven az anémiáról, ha beszélünk, ez csak azt jelenti, hogy a vörös vértesteknek a száma, vagy a hemoglobin tartalma csökken. Természetesen. Miért? Hát logikusan gondolkozunk. Vagy csökken a képződés, és akkor érintett ugye a csontvelő, vagy fokozódik a pusztulás, vagy van ugyan, de rövid ideig él, mert nem megfelelő a szerkezete, vagy fellép egy vérzés. Ez természetes, hogy mind így, ahogy van, egyszerű és érthető. A csökkent képzés az arról szól, hogy mondjuk nincsenek meg a szükséges tényezők az előállításhoz, mert B12 vitamin nem jut a szervezetembe, mert én állati eredetű dolgot nem akarok fogyasztani. Vagy folsav, vagy vas nem jut a szervezetembe, mert nem úgy táplálkozom. Ugye, tehát hiánybetegségről van szó. És akkor felszívódási zavar is ide vezet, hát ha valakinek krónikus bélgyulladása van, mert nekem valamiből kevesebb jut, mint a másiknak, akkor természetes, hogy nem lesznek meg a szükséges anyaguk a vérképzéshez sem. Ez teljesen logikus. Vagy, amint mondtam, ha veseprogramon fut, és nem állít elő a vesén melegendő eritropoietin hormont, akkor hogy a fenébe induljon be a vérképzés? De a különböző csontvelő károsodások, ugye, amiről tudjuk, hogy a legsúlyosabb önleértékelés áll mögötte, ez oda fog vezetni, hogy kialakul az aplasztikus anémia, ez egy másik kifejezés arra, hogy valami nincs rendben a vérképzéssel, mert a csontvelő súlyos sorvadása áll fenn. Aztán még ugye csökken a vérképzés akkor is, hogyha a csontokat mondjuk kemoterápia miatt
hát a működésében kár éri, mondjuk éppen az a hősies feladat, hogy kemoterápiával kiírtsuk a csontvelőt, mert hogy ilyen is van, mert hogy az rákos sejteket képez, és majd implantálunk az illetőbe egy donortól csontvelőt. Hát ez megint csak a fizikai szintű gondolkodásra utaló, mondjam azt, hogy következtetés. Itt arról volna szó, hogy megértsük, hogy az, amit rákos sejtnek nevezek, és a csontvelőben van, az éppen a megoldási szakasznak az első része. És nézzük meg, hogy miről szól a leukémia, nézzük meg, miről szól a mieloma multiplex, és akkor már megértjük ezt az egészet. De hogyha sugárkezelés miatt a csontok kárt szenvednek, akkor nyilván, hogy a vérképzés az már bizonyos szinten gátolva lesz. Ne feledjük el, hogy bizonyos gyógyszerek, még az amidazofen is a kemoterápián kívül nagyon súlyosan hat a vérképzésre, vagy huzamos ideig szedett gyulladást csökkentők. Hát aztán vannak még mérgező anyagok a világban, de most ezeket nem fogom itt mind felsorolni. A fokozott pusztulás, ugye ez viszont arról szól, hogy mondjuk van valakinek egy műbillentyű beültetve, és a műbillentyű az hát szétveri a vörös vérsejteket. Ugye most már azért arra odafigyelnek, hogy milyen típusú műbillentyűket használnak. Hát amikor én egyetemre jártam, akkor még ilyen műbillentyűk voltak, hogy az ember állt a beteg mellett, és hallotta, hogy ketyeg a szíve, de ilyen érces, fémhangú billentyű zajt hallottunk szabad füllel. A fokozott pusztulást természetes, hogy itt megint bejön a nehéz fémmérgezés, ollómérgezés, állati mérgek, kígyómérgek, gombamérgek és bizonyos gyógyszerek, de a malária is ezzel jár, hogy fokozott lesz a sejteknek a pusztulása. A megrövidült élettartalom is azzal áll összefüggésben, hogy a maga, a már előállított sejt nem tökéletes, sarlósejtes anémiáról beszélek, vagy nem megfelelő a hemoglobin mennyisége, minősége, és ezért a sejt nem fog megfelelő ideig működni. És jön a vérvesztés, ami hát nagyon jól látszik, hogyha valakinek van egy akut vérzése, valahol erősen vért veszít, ezek nem okoznak per pillanat súlyos anémiát, ezt a szervezet helyrehozza. Itt a sunyi vérzésekről van szó, ami csak úgy elszivárog. Mondjuk egy állandóan vérző aranyér, egy nem rendbe tett menstruális ciklus. Mondjuk többet vérzik a nő, mint kéne. De daganatos szövetek is vérezhetnek, vagy ugyanígy a vérvesztést okozhatják szteroid kezelések, szinkumár kezelés, vagy amint már említettem, a gyomorfekélyből is megtörténik vérzés, vagy a nyelőcső vénák falának a megpattanásából, ugye ez nyelőcső és gyomorról szóló webkonferencia anyagban megtalálható. Most ezek a dolgok természetesen befolyásolják azt, hogy mi fogja kialakítani magát a vérszegénységet. A lelki tényező az a folyamatos és meg nem oldott önleértékelés, és nem kell laborba menni, csak megnézni a kötőhártyát. Tessék megnézni, ennyire egyszerű. Odállok a tükör elé, az alsó szemhéjamat egy kicsit lehúzom, és látom a különbséget. Ha a jobboldali képnek megfelelően vértelt a kötőhártya, akkor itt nagy probléma nincs. De amikor már ennyire fehér, ennyire elszintelenedett a kötőhártya, akkor ott már egy egész komoly önleértékelésről, vagy vérvesztésről, vagy egyébről van szó, ami az anémiát létrehozza. A másik tünete az, hogy ugye, ha nincs megfelelő számú
vörös vérsejt, ami szállítaná az oxigént, ebből az lesz, hogy a legkisebb munkavégzésre, a legkisebb terhelésre én már fulladással reagálok. Újabbok az önleértékeléssel, nem? De bár. Már nyugalomban is jelentkezik a fulladás, a nehéz légzés. Szapora a szívműködésem. Hát azért szapora a szívműködésem, hogy a kevesebb szállító eszközzel, a sebesség fokozásával tudjam fenntartani a szövetek oxigén ellátását. Teljesen logikus. Na most a betegnek a fáradékonysága, fázékonysága, gyengesége, csökkent teljesítő képessége, esetleg ingerlékenysége, ez mind-mind a konfliktus aktív szakasznak a tünete. Nem kell megijedni, ez erről szól. Egyszerűen, hogyha ezeket a dolgokat figyelembe vesszük, akkor nem fogunk megijedni, és akkor nem fogjuk a tüneteket félreérteni, sőt, örülni fogunk a gyógyulásunknak. Amikor azt mondják, hogy az anémiának a tünetkörébe tartoznak az emésztési panaszok, azért gondolkodjunk el, hogy az emésztési panasz az nem anémia, az bosszankodás, az falatkonfliktus. A száraz bőr, a hajhullás az az elválasztási konfliktusnak a tünete. A látási zavar az a látással kapcsolatos konfliktusok következménye. A szédülés fülzúgással. Ez természetesen, mert bizonytalannak érzem a helyzetemet. Ezek mind-mind külön történetek, de természetesen akinek anémiája van, vérszegénysége van, annak joga van még egy csomó más programot is elindítani Hammer doktor táblázatáról. Az egészségünk megőrzéséről jó lenne tudni, hogyha félelemben élünk, akkor természetesen szervi választ fogunk kapni, és ahogy arra már Réka is kitért, az egyetlen valóság az én megélésem, és ez fogja meghatározni, hogy milyen programot indítok el, de ne feledjük, hogy az önleértékelés önpusztítást jelent. A germán gyógytudomány azért lényeges, mert ennek segítségével megértjük, hogy a kialakult tünetek mögött mi van, tehát mivel kell foglalkozni. És ha megtanuljuk felismerni és lezárni mielőbb a konfliktusainkat, akkor nem lesznek súlyos szervi tüneteink, nem újjék el nap a te haragoddal. Az egészség megőrzéséhez tehát szükséges az egészséges életmód, a mozgásra megfelelő víz, táplálék, levegő, egészséges környezet, de ez mind meg lehet, ha az én gondolkodásom nem egészséges. Mert a félelmeimmel megteremtem azt, amitől félek. Van itt hallgató köztünk, aki most tudom, hogy találva érzi magát. Az egészség megőrzéséhez félelmek nélkül tudatosan kellene élnünk, és ahogy erre Réka már utalt, ha tudom, hogy ki vagyok én valójában, akkor ez megtörténik. Az első lépések a gyógyulás felé a germán gyógytudománnyal, ott kezdődnek, tehát, hogy feltárom a valós okokat, és ezt valósan fogom megoldani, vagyis érzelmileg. És nem nyugszok meg azzal, hogy szedek vasat, szedek forsavat, szedek B12-t, és marad minden a régi. Mert ezt én mind szedhetem, ha nem engedem meg, hogy a szervezetem ezt mind fel is használja. Ezért kell én érzelmileg helyre tudjam tenni magamat. Tehát nem elég tudni a germán gyógytudományt, alkalmazni is kéne. Mégpedig hogyan? A megoldás három lépését szeretném ismét elmondani, mert már volt előadás, amiben erről beszéltem. Ugye a konfliktus tisztázása az első lépés, mert senki se unalmában fog megbetegedni. Ezt vegyük tudomásul. A külön programok csak akkor indulnak el, ha én nem zárok le, egy félelemmel teli programot, attól, hogy valakit valami nagy öröm ér, attól nem lesz biológiai külön programja. Ehhez viszont az első lépés, hogy őszintének kéne lennünk önmagunkhoz. Ebben fog minket az önsorsrontó gondolkodás megakadályozni. Aki még önmagához képes sem tud őszinte lenni, annak nem való a germán gyógytudomány.
A második lépés a konfliktus érzelmi feloldása, hogy a sínek is feloldódjanak, ugye, mert addig nincs feloldva a konfliktus, míg érzelmileg nem zártam le, addig maradok krónikus beteg. És itt jön az, hogy nem csak önmagamnak kéne megbocsátanom, hanem meg kéne bocsátani a másik félnek is, mert nem ő okozta az én önleértékelésemet. Ezt én csináltam magamnak. Nincsen, micsoda, mindig elfelejtem, önbecsülés, letörés. Hát ez egy őrült, kitalált szöveg, önbecsülés, letörés. Nem, önleértékelés van, mint ahogy Réka mondta, hogy attól, hogy én nem nyertem meg a versenyt, vagy nem futottam be a célba, ezzel én magamat írom le, nem más írt le, én nem értem be, és ezt én éltem meg. Az én megélésem az egyetlen valóság. Tehát, bocsássak meg önmagamnak, és bocsássak meg a másik félnek is. Ő csupán szemtanúja volt annak a történetnek, amit én nem tudtam elfogadni. A történet csak arra akart megtanítani, hogy tanuljak meg elfogadni bizonyos helyzeteket úgy, ahogy van. Hogy béküljek ki önmagammal, és béküljek ki a világgal. Aki erre nem képes, vagy azt mondja, hogy ez hülyeség, az ne jöjjön tanfolyamra. Annak nincs mit keresnie egy ilyen tanfolyamon. Ha nem reagálunk, biológiailag mindig csak reagálunk, hogy üss vagy fuss, ha nem tudatosan döntök, akkor meg se tudok betegedni. Mert lehetséges biológiai külön programok nélkül élni. Amikor ezt mondtam valakinek, aki az utcáról bejött egy konzultációra, kinevetett és kiment, és örültem neki. Mert nem akarok senkit sem meggyőzni arról, hogy kérem, lehet betegségek nélkül élni. Én ezt tudom tanúsítani. 26 éve nem voltam beteg, semmilyen gyógyszert nem szedek. Szóval, ha békével le tudom zárni a napjaimat, és hálát tudok adni mindenért, nem véletlenül nagybetűkkel, mindenért, és minden este, ami aznap történt. Ha megtalálom a tanítást abban, ami a mai nap is kellemetlenségként ért engem, lehet, hogy nem találom meg, de megnyugszom, hogy meg fogom találni. Minden kellemetlen történetemben, ami az életemben ért engem, mindig megtaláltam a tanítást. Ha azt keresem, azt találom meg. Ha azt keresem, hogy ez miért fáj nekem, 10 év múlva is még mindig az fáj nekem, hogy te jó Isten, hol élünk? Tehát a germán gyógytudomány megadja a biológiai tudatosságot, de nem oldja fel a bosszúságot. Ezt jó lenne tisztázni, hogy a germán gyógytudomány egy fantasztikus módszer, de pont azt mutatja meg, hogy mit kell nekem tennem ahhoz, hogy betegségek nélkül éljek. Nos, én úgy gondolom, hogy ezen érdemes volt elgondolkodni, és azon, hogy a germán gyógytudomány valóban alap a megértéshez, a felismeréshez, a megelőzéshez és a megoldáshoz. Mert az érzelmileg feltárt konfliktusokat kell érzelmileg lezárjuk, és onnantól kezdve minden meg van oldva. A germán gyógytudomány reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. Ez egy nagyon lényeges dolog, mert ez a tudományosság ismérvébe tartozik. Vagy mondhatnám úgy is, hogy ismételhetőség, mérhetőség, tapasztalhatóság. Így is megfogalmazhatom a germán gyógytudományt. Kérem, mindenki megtapasztalhatja a germán gyógytudományt a saját bőrén. A saját élete történetéből be tudja azonosítani, hogy neki mi volt a baja, vagy éppen a szüleinek mi volt a betegségüket kiváltó okok. És nagyon jó lenne, ha tisztában lennénk legalább az 5 természet törvénnyel, és megnyugodnánk, hogy minden értünk történik, és nem ellenünk. És nagyon fontos a germán gyógytudomány az önleértékelés megoldásában is. Ha tudom, hogy a biológiám annyira ügyes, annyira rátermett, annyira a túlélésemet próbálja minden áron megtartani, akkor már nem kell attól félnem, hogy a biológiám ellenem fordul. A legnagyobb tévhit pont abból fakad, hogy mi esendő, buta kis halandók vagyunk, akik így meg úgy megbetegszünk, meg autoimmun, meg önmagunk ellen fordul a biológia, meg ismeretlen eredetű. Hát ez egy olyan csomagolás,
a test, ami bármikor elromolhat, bármikor baja eshet, bármikor tönkre mehet. Ez az alapvető leértékelés, amivel minden ember, mint jelenkori ember rendelkezik. Ezt a tudást írja felül a germán gyógytudomány. Hogy az önértékelésünket hogyan tudjuk helyre rakni, hogy hogyan tudjuk a gondolatainkat olyan irányba fordítani, amelyben a helyén értékeljük magunkat, amelyben a kudarcainkkal, a kellemetlen, nem sikeres eseményekkel is úgy nézzünk szembe, hogy ezzel nem bántjuk, nem bántjuk önmagunkat, nem indulunk el az önpusztítás útján, ehhez pedig érzelmi felnőttség kell, ehhez érzelmi érettség kell. Nagyon sokszor fordult velem elő olyan, hogy egy pillanatnyilag kudarcként megélt valamit később teljesen másképp értékelünk. Észrevehető-e az, hogy hol vannak azok a menetrendszerinti akadályaim, csapdáim, amiben önmagamat mindig belevezetem. Nagyon fontos lenne az egészséges önértékelést helyreállítani. És az önértékelés az élni tudás képessége. Az önbizalom, az a hit, az a meggyőződés, az az alapjáraton bennem lévő rezgés, amely tudja, hogy ki vagyok, merre tartok, és pontosan itt kellene elkezdeni. Lehet, hogy rengeteg olyan esemény van az életünkben, amit most ezzel az ismerettel, ezzel a tudással másképp tennénk, másképp gondolnánk, de fontos lenne azt is leszögezni, hogy ha ez nem történt volna meg, akkor most nem jutnánk erre a következtetésre. Az egészséges önértékelésnek kulcsfontossága van a gyógyulásban is, hiszen ha én nem hiszek a biológiámban, teljesen mindegy, hogy milyen tünetem, panaszom van. Ha nem hiszek abban, hogy ezt a biológiám helyre tudja rakni, hogy meg tudja a biológiám ezt oldani, akkor alapvetően a bizalmam, a gyógyulási folyamatom is lelassul. Szeretnék az egészséges önértékelésnek a számomra legfontosabb 6 sarokkövéről 2 szót ejteni. Nagyon fontos lenne, hogy az önértékelésnek az alapja az legyen, hogy pontosan tudom, hogy a testem épsége, egészsége az rajtam múlik. Nagyon fontos lenne értékelni azokat a testi státuszainkat, amelyek jók, hogy én egész vagyok, épp vagyok, egészséges vagyok, cselekvőképes vagyok. A második alapkő az a célok meghatározása, hogy legyen egy célom, nem is egy, több, hogy legyenek céljaim, hogy legyenek vágyaim, és ne azt mondjam, ó, hát ez nekem úgysem fog sikerülni. Fontos, hogy ezt ki is tudjuk fejezni, ez a harmadik, a kifejezése, hogy ennek szavakba öntött formába is tudjunk hangot adni. A következő, ami szerintem az önértékelés feloldásának alapvető pillére, a felelősségvállalás magunkért. Hogy igen, eddig ezt tettem, odafigyelek a mondataimra, a szavaimra, a cselekedeteimre, azokra a pillanatokra, amikor kezdek leereszteni, mint a lufi, akkor ott odafigyelek magamra, felelősséget vállalok azért, hogy igen, ezt nem tehettem tovább a biológiámmal. Eddig ezt tettem, most megállok. Fordítsuk meg. Eddig az önleértékelés az önmagam el nem fogadása volt, és akkor eljutottam az 5. alappillérhez, az önelfogadáshoz, hogy mit tudnék én tenni ahhoz, hogy el tudjam fogadni jelenlegi állapotom, akármilyennek ítélem ezt meg, erről beszéltél egész végig, Karesz. És a legfontosabb sarokköve pedig a tudatosság, hogy tudom, ki vagyok, tudom, mit keresek itt, tudom, hogy merre szeretnék elindulni, és efelé teszek lépéseket. Talán pont ebben segít a germán gyógytudomány, hogy magyarázattal szolgál arra, tükörként képezi vissza, hogy milyen megéléseink vannak.
érdemes a germánygyógytudományt nem csupán a biológiai működésre való kíváncsisággal hallgatni. Érdemes lenne a lelki füleinket is kinyitni, hogy vajon mit üzen ez nekem. Hallottam-e ma valami olyat, amivel holnaptól jobbá tudom tenni az életem? Nekem minden nap tartogat ilyen apró kis felcsillanásokat, meg meglátásokat a germánygyógytudomány, mélyedjünk el ebbe jobban. Ne csak a sejt szinten gondolkodjunk nagyban, gondolkodjunk egészben, mint test, lélek, szellem közössége. Thank you.